Sziasztok, drága hallgatók! Újabb kedd, újabb előadás, és egy újabb vendégem van, aki hát nekem pofátlanul fiatal, hogy ilyen dolgokat csinált, és ilyen kalandokba volt része. Pornói Bendegúz a vendégem ma. Szia, Bendegúz! Szia, András! Sziasztok! Köszönöm a meghívást! Csak hogy egy pár mondatban, hogy miről lesz ma szó, ilyeneket meséltél, vagy kiemeltél az utadról, hogy cigicsempészek vittek át az iraki határon, Isztambulban együtt aludtál a menekültekkel, akkor Peshmerga katonákkal találkoztál, és aki, azt még nem mondtuk, ugye, hogy a téma az, hogy érettségi után fogtad magad, és elstoppoltál Irakba, Iraknak a Kurdisztán részére. Igen, igen. És szerintem nagyon izgalmas lesz, de még mielőtt belekezdünk, a szokásos dolgokat el kell mondanom, hogy kérlek mindenki értékeljen minket, küldjetek visszajelzést a hellokukac.stereotrip.hu címre, illetve akár megtehetitek ezt Instagramon, Facebookon is, mi tetszik, mi nem tetszik. A műsort nektek csináljuk, úgyhogy szeretnénk, hogy olyan legyen, ami nektek is tetszik minél jobban. Másik fontos információ, hogy az első közönség találkozónk június 13-án lesz Budapesten, ahol többek között jó pár eddigi vendégemmel is találkozhattok, és lesz egy élő podcast felvétel. A téma pedig az utazó bloggerek felelőssége, milyen tömegturizmus, milyen a hatása, illetve milyen az Insta élet, és ilyen témákról beszélgetünk Kocsis Dórival, a Talpalatnyi Történetek egyik bloggerével, jó barátommal Csapó Andrással, aki a Navigátor YouTube csatornát csinálja, és Valiskó Gyöngyivel, Afrika szakértővel, és szintén jó barátommal, úgyhogy szerintem nagyon izgalmas lesz. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, úgyhogy ott találkozunk remélem minél több emberrel. Én már várom és vagyok mindenképpen. Igen, és akartam mondani, hogy természetesen te is meg vagy hívva, és hogy Bendegúzzal is ott találkozhattok. Illetve még mielőtt elkezdjük, most itthon vagyunk nálam, nem a szokásos helyen vesszük fel a podcastet, és ez egy dolgot jelent, hogy minden vendégemnek eddig kötelező volt. Hát nem kötelező, de egy csemegével nyitom a dolgot. Ez az Ormiga Culona nevű kolumbiai csemege. Ormiga Culona, ami azt jelenti, hogy nagyfenekű hangya. Nézd meg, és mit gondolsz róla? Ezt enni. Tehát, hát hogy... jó nagyfeneke van. Azt rohadt. Körülbelül, hát egy másfél centi hosszú, de jó húsos. Ez egy hangya? Ez egy hangya, ez egy pirított hangya, a kolumbiai csemege, és itt van egy doboz nálam, és aki jön vendégségbe, azt mindenkit megkínálom. Eddig talán, szerintem mindenki megkóstolta. Meg kíváncsi leszek, hogy... De hagyján, hogy a potrohája akkora, mint egy borsó, de a feje is. Igen. Hát, ottani csemege. Úgyhogy én is eszem egyet. Ezt nem tudtam, amikor elvállaltam ezt a beszélgetést, de egészségedre. Egészség, kocintottunk már. Milyen íze van? Nekem valamilyen teára hasonlít, de ilyen fűszeres te, de nem jut eszembe, hogy mi. Szoktál ilyeneket enni? Elsőre. Nem. Soha? És hát nagyon ritkán. Aha. Egyszer már ettem szöcskét, hangját azt még nem. Uh-huh. Talán az az egyetlen baja, hogy a kis lábacskája, azok így belemennek a fogadba. Igen. De van nekem most így fogszabályzóval. Na mindegy. Fú, az utóíze az egyre rosszabb. Igen. Csemege. Jó, mindegy, beavatás meg volt. Beavatás meg volt. Akkor mai témánk, érettségi után elindultál és elstoppoltál Irakba. Hát igen. Szerintem, nem is tudom, kinek jut eszébe ilyen, mondjuk érettségi után 18 éves korodban, neked honnan jött ez az egész? Hát ott kezdem, hogy engem már gimnazistaként is nagyon érdekelt nagyon sok ilyen világban folyó mai esemény és különböző problémák, meg válságok szerte a világban. Akár ilyen gazdasági, társadalmi, környezeti, ezekkel úgy viszonylag többet foglalkoztam, olvastam, meg előadásokra jártam, és hát a Közel-Keleten ezek halmozottan előfordulnak, ezért ezzel a régióval különösen sokat találkoztam, és nagyon sok minden érdekelt ezekkel kapcsolatban. Tehát érdekel a történelem, földrajz, társadalomtudományok, környezetvédelem, és
igazából nem tudtam eldönteni, hogy merre menjek tovább érettségi után, és nem is jelentkeztem egyetemre, hanem kitaláltam, hogy kihagyok egy évet, tartok egy ilyen gap year-t, és gondoltam, hogy elmegyek olyan helyre önkénteskedni elsősorban, vagy így megismerkedni emberekkel, ahol igazából más normák szerint élik a mindennapjaikat az emberek, esetleg valamilyen problémák vannak, amiben kicsit így bele tudok szagolni, és nem csak a budapesti életet ismerem meg a földön, meg magamat is így megismerem más helyzetekben, kipróbálom valamilyen szinten, és hát ez segít majd megtalálni, hogy én merre is menjek tovább. Innen jött alapból a vágy, hogy valamerre elinduljak, és nagyon sokat próbáltam szervezni különböző ilyen humanitárius szervezetekhez, még itthonról, gimnazistaként, érettségi előtt, de igazából nem találtam semmilyen olyan munkát, ahova fel tudtak volna engem venni, így, hogy nem volt semmilyen végzettségem, ráadásul, hát 19 éves voltam ekkor. És hát gondoltam, hogy akkor, ahova legolcsóbban el tudok jutni, vagy legegyszerűbben, stoppal, az így hát végül is Irak, vagy Szíria lenne, de Szíriába azért a szüleim nem engedtek, Észak-Irakban, ami lényegében ugyanolyan, de oda beengedtek, illetve... Közben nekem millió kérdés jön fel így a fejembe, hogy tehát 19 éves korodban följön az, hogy menjek el valahova, és akkor azon gondolkodsz, hogy az Irak vagy Szíria. Tehát én szerintem, nem is tudom, ha 10 000-ből egy gyerek van, akinek ez így felmerül, hogy honnan jött mégis ez mondjuk a szüleitől, vagy a családból jött ez a támogatás, vagy az iskolában kaptál egy olyan oktatást, hogy egyáltalán ez ilyen dolgok érdekelték, mert én, ahogy látom, a középiskolás diákokat, videójáték, sport, nem tudom, csajok, pasik, és ilyen dolgok érdeklik, de legkevésbé az olyan dolgok, hogy mondjuk milyen konfliktusok vannak a világban. Azért szerintem ma már, vagy legalábbis akiket én ismerek, sok mindenkit érdekelnek ilyen dolgok is, vagy témák. Egyébként az biztos, hogy a szüleimmel én nagyon sokat utaztam, és nem volt idegen tőlem a patakban fürdés, sátrazás, és ilyen nomádosabb utazás. De mondjuk nyilván velük azért nem jártam ilyen helyeken, mint a Közel-Kelet. Másrészt, hát az iskolában is, az biztos, hogy hát én egy alternatív iskolába jártam, és ott elég ilyen nyitottságra neveltek, és nagyon sok téma elkezdett így különösen érdekelni. De azért elsősorban szerintem magamtól jött ez az érdeklődés. És amikor előálltál ezzel az ötlettel, akkor mi volt a fogadtatás, hogy akár hát, az iskola, barátok, vagy a szülők részéről? Azt tudtam, hogy fogok csinálni ilyen furcsább dolgokat, utazásokat, és ezért már így alapból mindig bevontam a szüleimet is, már mindig mondtam nekik, hogy így miket tervezek, milyen álmaim vannak, és egy folyamatban voltak benne, nem egyszer csak hazamentem, és azt mondtam, hogy akkor indulok Irakba. És magamnak kerestem rá minden szükséges dolgot. Minden információt. Információt is, anyagiakat is, felszerelést is, mindent magamtól megoldottam, meg tényleg nagyon foglalkoztatott ez a régió, és képben voltam, hogy pontosan mi az a Peshmerga, a PKK, milyen pártok vannak, milyen népek, milyen vallások, konfliktusok, minden. És így azért nyilván nem örültek a szüleim neki, de hagytam, hogy csináljam. Igen. A nyelvvel hogy álltál? Vagy bárhogy tudtál arra is készülni, hogy hogy beszélnek, vagy arra nem sikerült? Hát én alapból nem beszélek túl jól angolul, úgyhogy nem volt olyan akadályom vagy elvárásom, hogy profi angolal tudok csak kommunikálni keleten. Hát meg gondolom az angollal se, tehát hogyha még profi szinten beszélt angolul, lehet, hogy ebben a régióban sem segít sokat. Hát azért mindenhol lehet találni olyat, aki tud angolul, de elenyésző. Tehát én sokkal jobban beszéltem egy idő után, vagy sokkal hasznosabb volt az, hogy én megtanultam valamennyire törökül mondjuk, mint az, hogy próbáltam volna angolul a helyiekkel. De azt még itthon tudatosan törökül tanultam? Én előtte már egyszer jártam Törökországban a családommal, és akkor néhány mondatos szókincsem már volt, meg mondjuk a számokat tudtam. Utána pedig, amikor még az utazásomnak az első felében viszonylag jártam egyetemistáknál, de erről majd mesélek, és ők meg nagyon sokat tanítottak naphosszat, és akkor ott így belejöttem eléggé. És tudtam már alkudozni, bármit elintézni, bemutatkozni rendesen, és ez azért így nagy segítség volt. De nyilván komolyabban tudtam kapcsolatot építeni, vagy olyannal tudtam, aki angolul is beszélt jól. Melyik évben volt ez a túrád? Ez 2016 őszén volt.
Ami egy ilyen izgalmas év volt, mert előtte, ha jól emlékszem, júliusban volt a pucs kísérlet Törökországban. Ebben az időben még Moszult az teljesen az iszlám állam uralta, illetve pont amikor kint voltam, akkor októberben kezdődött a felszabadítása Moszulnak. Uh-huh. Azt ott egyenes adásban kaptam. Tehát arra akartam rákérdezni, hogy azért elég forró volt arra a helyzet, ahova te pont hát, indulni akartál. Igen, de azért mondjuk amit a hírekből olvassunk erről a régióról, ahhoz képest nagyon biztonságos és teljesen uh-huh. más. Nyilván észre kell ott viselkedni, de nem mindenki terrorista. Meg én még amikor csak néhány kilométerre voltam a fronttól, akkor is ott igazából már nem volt hatás. Tehát tudtam, hogy a hegygerincnek a túloldalán már az iszlám állam van, de én nem láttam át, meg nem, uh-huh. nem volt olyan érzés, hogy... Tehát azért az iszlám állam elég gyorsan tudott elfoglalni régiókat, és mondjuk az is megtörténhetett volna. Én így gondolom, hogy mondjuk tegnap még a hegy túloldalán vannak, de mára kitörnek, és mondjuk betörnek abba a városba, ahol te vagy. Hát elvileg igen, de azért ekkor már erősen visszaszorulóban volt, tehát már nem igazán kezdtek új területeket elfoglalni, pláne Észak-Irakban, úgyhogy emiatt annyira nem tartottam. Mm-hmm. És akkor megvolt az érettségi, és akkor te tudtad, utána pénzkeresés. Még külön kerestél. Hát egész nyáron pénzkeresem, és akkor utána szeptember 5-én indulhattam. És akkor ez így meg volt tervezve, hogy akkor, nem tudom, napra pontosan, mikor indulok, meddig tart a pénzem, ennyire nem? Nem, hát alapból, amikor is stoppal utazok, akkor nem igazán lehet előre tervezni. Volt olyan nap, hogy egy nap alatt 780 kilométert megtettem, uh-huh. utána meg 100-at mondjuk. Tehát nem igazán lehetett megtervezni, hogy pontosan meddig jutok egy-egy nap. Másrészt volt, hogy olyan fuvaron volt, hogy tehát a másik városba mentem, mint ahova terveztem. Aha. Tehát még az útvonalat se feltétlenül tudtam. Az meg, hogy meddig maradok, hát arra se volt biztos tervem. Ha találok valami jó munkát esetleg, ilyen önkéntes akkor munkát, maradt. Akkor maradtam volna igen hosszabban. Egyébként meg talán az egyetlen akadály az volt, hogyha a tél megjön, akkor azért az ott hideg. És toppos tapasztalataid voltak? Előtte olyan, hogy saját, tehát mondjuk totál egyedül? Hát én gimnáziumban, Pilis-Szent Lászlóról Budapestre jó részt stoppal jártam, mert hát a tömegközlekedés az nagyon lassú volt. Napi szinten az iskolában? Igen, igen. De ez nyilván egy olyan helyen volt, amit jól ismertem, minden utat, meg az embereket is sokszor. Előtte ilyen nagyobb stoppos utam nem volt. Egyedül egyáltalán nem utaztam, vagy csak családommal, meg barátaimmal. Na és akkor elindultál szeptember 5-én. Igen. Na és akkor utána mi következett? Csak így vázlatpont, csak elmondod, mi volt az utad, és aztán utána belemegyünk a sztoriba, meg a részletekbe. Rendben, az utam úgy nézett ki, hogy nagyon gyorsan végmentem Szerbián, Bulgárián, Észak-Törökországon, Grúziában, amit igazából csak mint utazás, ha már a közel-keletre készülök, akkor tettem egy ilyen kanyart, és megnéztem a Kaukázus. Fölmentem a hegyekbe, bejártam Grúziát, Észak-Örményországot, utána átjöttem Kelet-Törökországba. Törökországnak így a délkeleti részét még jobban bejártam, kicsit össze-vissza, és utána mentem át Észak-Irakba, iraki Kurdisztánba, ahol szintén ezt az autonóm régiót jobban körbejártam, és utána Törökországon átlóban stoppoltam haza. Hol kezdődött az izgalmas rész, amikor már érezted, hogy na, ebben benne vagyok, és jöttek a nem tudom, izgalmasabb fuvarok, izgalmasabb emberek, már egyből mondjuk Törökországnak, ahogy beléptél Törökországba? Hát igazából talán azt mondanám, hogy az első ilyen kicsit sokkolóbb élmény az Isztambul keleti határában volt. Tehát amikor már éppen készültem kimenni Isztambulból, akkor estére értem el a város szélét, és egy nagy autópálya kereszteződésben terveztem aludni, ahol így az autópályákat összekötő ilyen, ezt még egyszer, tehát az autópályákat összekötő ilyen nagy sávok. Sziget? Ilyen, között, igen, ilyen, hát ilyen szigetek voltak. Mondjuk, ami a körforgalomban van közében, igen, igen. Egy ilyen sziget. Na, ott volt ilyen nagy bokros terület, gondoltam, hogy oda bemegyek, gyalog át kell menni az autópályán, az teljesen biztonságos, ott az senki nem lesz, és onnan másnap tudok is majd stoppolni reggel. Megvártam, hogy besötétedjen, átmentem az autópályán, és kiderült, hogy tele van minden bokor afgán menekültekkel, akik ugyanígy gondolkoztak. Hát ez nekem elsőre sokkoló volt, ez volt a harmadik éjszakám. Uh-huh. Igen. Addig hol aludtál?
Egyszer Dél-Szerbiában, Nis környékén, szőlőföldön. Tehát utána ilyen nomád körülmények között vitted a sátradat, hálózsákot, vagy inkább csak hálózsákot, és ahol éppen ért az este. Igen, tehát ahol értett az este, ott aludtam, viszont sátram nem volt, csak egy ilyen bivakzsákom, egy ilyen vízhatlan hálózsák húzatom. És hát abban aludtam. Ja igen, és amit még szerettem volna mondani ehhez, hogy tehát az első ilyen sokkom, és... Hogy fogadtak ott az afgánok? Kedvesek voltak, nem tudtunk semmilyen nyelven kommunikálni. Mosolyogtunk, bemutatkoztam mindenkinek, köszöntem, aztán kerestem egy szabad bokrot, lefeküdtem aludni. Egy kicsit azért izgultam, de csak kicsit. És el tudtál aludni, vagy azért? Persze, nem tudom, fél szemmel azért nem tudom nézni. Hát nyilván azt hiszem kikötöttem a cuccomat, meg úgy... Uh-huh. Vagy mondjuk olyan kedvesen fogadtak, hogy azt láttad, hogy nem kell tőlük tartanod semmilyen szinten. Igazából kb. Ugyanannyira tartottak tőlem, mint én tőlük. Nyilván ők is... Azért ők is meglepődhettek. Meglepődtek, igen. Nyilván próbáltak így bujkálva utazni Európa felé. Nem örültek annyira neki, hogy egy európai így kiszúrta őket. De látták, hogy én is így meg vagyok lepődve, úgyhogy ilyen kölcsönös volt. Viszont utána egészen összebarátkoztunk, amikor hajnali kettőnkor körülbelül ránk nyitották az öntözőrendszert, és az ilyen vízsugarak mindenhol elindultak, és közösen szaladgáltunk a cuccunkkal, és kerülgettük a vízsugarakat. Az vicces lehetett. Ja, úgyhogy ez nem volt a legjobb. Összekovácsolt titeket akkor. Ja. És ők utána maradtak ott, mentek tovább, reggel elköszöntöttek, te stoppoltál befele. Nem tudom, hogy utána indultak, de én reggel viszonylag korán keltem, és stoppoltam tovább kelet felé. Könnyen ment a stoppolás? Igen, eddig is, de innentől meg aztán nagyon. Rettentő jó fejek voltak a törökök, meg akik fölvettek. Nem igazán beszéltek itt már angolul általában, de Google fordító segítségével, meg kézzel-lábbal mindent megkommunikáltunk. Minden fuvaroson megállt, hogy teázzunk egyet. Kötelező volt, hogy meghívott egy teára. Sokszor kaptam még valami ebédet is, vagy szendvicset, vagy éppen frissen szedett gyümölcsöt. Nagyon jó fejek voltak. És szép lassan igyekeztem törökül tanulni, megismerni helyi embereket. És akkor ültök ott meg, nem tudom, a kis autójába, vagy kamionjába, és a Google fordítón keresztül így ő mond valamit, azt bepötyögi, vagy nem tudom, utána te bepötyögöd, és ilyen szép lassan ment a kommunikáció. Hát alapból azért próbáltunk kézzel-lábbal, és amikor már nagyon el voltunk veszve, és fogalmunk nem volt, hogy a másik mit akar, na akkor... De akár ezt órákon keresztül is, nem tudom, 4-5 órán keresztül valaki van a kocsiba. Igen, illetve gyakorlatilag mindenki tanult ott angolul, úgyhogy valamilyen szinten nyilván tudnak, de ez nagyon-nagyon gyenge többnyire. És akkor tovább indultál be Törökország mélyére. Elég, én azt hallottam, hogy ahogy elhagyod Isztambult, ott nagyon gyorsan eléggé nomád körülmények lesznek. Hát nem nomádnak hívnám, de igen, az már ilyen keletnek, keletnek már kelet. Ami abban mutatkozik meg, hogy rettentő jó fejek az emberek, nagyon nyitottak, nagyon kíváncsiak. Más ételeket fogyasztanak már, mint Európában. Szép lassan elkezdenek máshogy öltözködni, egyre gubancosabbak a kábelek az utcákon, egyre több kutya, macska járkálszana szét, és rengeteg gyerek van. Yeah. És ők hogy fogadnak? Mindenki nagyon nyitott, kedves, és nem ilyen nagyon rámenős és nyomulós, nem akarnak nekem mindent eladni például, mint sokszor ilyen Dél-Kelet-Ázsiában, hanem tényleg egyszerűen kíváncsiak. Találkoztál olyan emberrel, akivel mondjuk angolul tudtál beszélni, és mondjuk ugye téged nagyon érdekelt a társadalmi politikai helyzet, akivel ilyen dolgokat meg tudtál beszélni? Mert nyilván gondolom, egy mutogatással elég nehezen jutottatok volna el ilyen témákig. Gyakorlatilag mutogatással is mindig eljutottunk odáig, hogy a magyarok és a törökök milyen jó barátok. Tehát ez alaptéma volt. Ezen kívül Erdogan nagyon sokszor feljött, meg a kurd-török kapcsolat. Főleg nyilván Dél-Kelet-Ázsiában, ahol már a kurdok is nagy számban élnek. Igen. Mi következett ezután? Ja igen. Hát itt végigmentem a Fekete-tenger partján, és Grúziába mentem igazából.
Nagyon sok ilyen történelmi helyszínt, uh-huh. meg város megnéztem, de igazából már mentem át Örményországba, uh-huh. amit nem is emelnék most annyira ki, mert nekem annyira nem, uh-huh. nem fogott meg. Ott igazából mindenkivel az volt a téma, hogy a 1915-ös örmény népirtás, az hogyan élték meg, és hogy mennyi gond van a törökökkel. Másrészt meg, hogy a baltás gyilkos kiadtuk Azerbajdzsánnak, és emiatt Magyarországot nem igazán szeretik. Tehát ezen kívül nem igazán tudtam beszélgetni az emberekkel. Ez meg nem volt annyira jó téma nekem. Elhiszem. Úgyhogy ott nem maradtam sokáig. Visszajöttem Grúziába, és Grúziából át Törökországba. Mert hogy Örményország és Törökország között le van zárva a határot, nem lehet átmenni. És akkor... Amikor visszaértem Törökországba, a biztonságos új kultúrába, már jól ismertem a nyelvet, itt történt újabb érdekesség, hogy a Kars nevű település felé közeledtem, és mondtam a sofőrömnek, hogy kiszállnék még a város előtt valami domboldalom, nekem biztonságosabb azért így városon kívül aludnom, nyilván nem ismerem a várost, ott ki tudja milyen parkban aludnék, ki tudja milyen emberek vannak, jobb nekem a természetben. De ő mondta, hogy ne szórakozzak, ő meghívna engem éjszakára, és nyugodtan vendégül látna, menjek. Én meg, ja, ez Google fordítóval, egy szót nem beszélt angolul. Oké, szépen megköszöntem, ültem bent, sötétedésre értünk be a városban, illetve már sötétedés után. Kis utcákban, valahol a belvárosban egyszer csak mondta, hogy hát akkor szállja, kijön egy barátja, és akkor ott majd ő nála aludhatok. De hoppá, én nem pont így értettem, kicsit így meglepődtem az egész helyzeten, de hát most mit tudok tenni? Kiszálltam, és ott voltam egy Kelet-Törökországban egy városban, aminek a nevén kívül semmit nem tudtam. Fogalmam nem volt, hogy pontosan hogyan néz ki, hol tudok internetet szerezni, uh-huh. hol van. Akár a biztonsági kérdéseket, hogy éppen milyen szituáció van. Igen, ott. Igen. Szóval nem voltam igazán jól felkészülve erről, mert hogy nem terveztem egyáltalán, hogy bemegyek ebbe a városba. Viszont már ott voltam, és volt egy ilyen pince gíroszozó, egy ilyen meredek lépcsőn az egyik ház tövében, egy ilyen kis helység, ahol rengeteg férfi este így teázott, meg nagy kedvel gíroszoztak végül is. És ahogy megjelentem ott az utcán, így kitódultak, és törökül nyomták nekem, nem tudom mit, hogy beszéltek hozzám. Én hát akkor még azért így ezt nem értettem. Viszont próbáltam nekik elmagyarázni, hogy várok valakire, aki nem tudom, hogy kicsoda, de talán aludhatok nála, és így hát láttam, hogy igazából ez a történet eléggé, nem tudom, ingatag lábakon áll. Ők pedig nagyon invitáltak engem le ebbe a pincehelyiségbe, és hát így idő után gondoltam, hogy most már teljesen mindegy, akkor lemegyek, és kaptam egy gíroszt, elkezdtem így, próbáltam kommunikálni velük, kértem egy papírlapot, és elkezdtem rajzolni mindenfélét, térképeket, hogy honnan jövök, merre tartok, mindenféle érdekességet így próbáltam nekik, és így sikerült is bevágódnom annyira, hogy az egyik ilyen pincér srácán aludtam végül, ő meghívott magához, aki egyébként egyetemista volt, és hogy is, öt másik egyetemista sráccal lakott egy lakásban. Hát hozzájuk, amikor már kb. Éjfél körül fölmentem, akkor még órákon keresztül beszélgettünk mindenről, ott volt, aki tudott angolul, és nagyon jó kapcsolatunk lett, hogy nagyon jóban lettünk, és nem is mentem tovább, hanem másnapomat egész nap náluk töltöttem, elmentem velük egyetemre, beültem matekórára. Hát gondoltam az a legilyen olyan tárgy, amit talán érteni tudok. És értetted? Hát nem, mármint hagyja, hogy törökül volt, de így egyetemi szinten a matek, tehát azért nem sok közön volt hozzá. De hogy mi volt a téma körülbelül, nem tudom, a vektorok, vagy mondjuk a hát ilyen, gráf elmélet? Nem, nem emlékszem egyébként. Mm. Tehát ilyen függvények voltak a téma, de hogy azonban pontosan mi, azt már nem tudom. Ja, egyébként egyetem után meg még elmentünk PlayStation-ozni, meg csajozni, megkóstoltatták velem az összes helyi ételt végig, rengeteget tanítottak törökül, de úgyhogy mentünk a piacon, és sorba mindennek a nevét. És valahogy egyébként a török nyelv az tök könnyű, mert mint így... Van a magyarral, állítólag nagyon sok szó van, amelyik hasonló, hát vagy jól. Van néhány, de azért elenyésző szerintem. Alma tehát, talán, vagy... Igen, az alma. Meg van ez a mondat, hogy zsebemben kicsi alma van, akkor ez törökül kb. Ugyanígy hangzik.
a kicsi a kücsük, alma az alma. De azért ez nagyon ritka szerintem. Viszont valahogy a hangzása olyan, vagy nem tudom, a kiejtése, hogy nekem így, nekem könnyű volt, könnyen megjegyeznem, mint az angol szavakat például. És a csajozás, az hogy nézett ki? Hogy együtt nagyon vicces volt. Hát, hogy is mondjam? Hát aranyosak voltak a srácok. De így olyan volt, hogy nem tudom, mentetek, nem tudom, öten, és akkor lögdöstek, hogy na, most mennyi oda ehhez a csajhoz. Igen, ez a tipikus, tehát ilyen semmelyikük nem szólítja meg, csak így mindenki bíztatja a másikat, és nem tudom. De akkor az nem egy ilyen profi csajozás volt, hanem egyáltalán nem. Igen, meg hogy is volt? Meteornak hívják ott az ilyen jó csajokat. Meteor. Meteor, és ezt mondják arra, aki ilyen bombázó kb. És akkor így mentünk ilyen csapatban, kézen fogva a srácok, tényleg 5-6-an. Igen, ott így mennek. Tehát kézen fogva járnak, Indiában van ilyen, hogy a srácok kézen fogva egy bandába mennek együtt ott is. Itt is. Hát, hogy egymásba karolva, vagy átkarolva. De téged is, neked is megfogtál. Engem is, persze. És nekem ez... hogy fogadtad? Hát, igyekeztem nagyon közvetlen lenni, de nyilván ez nekem idegen volt azért egy kicsit, és kicsit furcsa. És mondjuk téged, mint külföldi, hogy fogadtak? Hát már csak azért, mert viszonylag ilyen világos a hajam, meg a bőröm, meg a szemem. Nem tudom, nekem ilyen különös előnyöm volt, és úgy jobban megnéztek a lányok, meg nyitottak voltak, de tehát ez a török csajozásban azért nem volt igazán alkalom arra, hogy lányokkal is beszéljek, tehát ez ilyen furcsa volt. Haverokkal inkább. Hát igen. És ők muszlimok? Ez be a régióba, és akkor a lányok azok az öltözéket tekintve, ők fel voltak öltözve? Nem, teljesen európai. Teljesen európai. Uh-huh. Öltöztek is, meg viselkedtek is, tehát azért működik ott a csajozásnak az a formája is, amikor már találkoznak is a fiúk a lányokkal. Tehát akkor nagyon jól összehaverkodtál ezekkel igen, a srácokkal. Igen, tényleg. Jó volt. Meg ott így tényleg bele tapasztaltam az ilyen török életben, és innentől kezdve már nagyon jól tudtam tényleg alkudozni, bármit elintézni törökül. És akkor innen mentem tovább Erzurumon keresztül, mert így próbáltam le délre menni. Igazából az igazi célom felé. Ez mennyi időt telt el körülbelül indulás óta, amire mondjuk idáig eljutottál? Fú, hát nem tudom, több mint 3 hét. Uh-huh. Mert Grúziában, meg Örményországban azért ott többet voltam. Én nem tudom, kicsit és mondjuk szerint nagyságrendileg mennyi pénzbe került eddig, mondjuk ameddig itt ennyit, mennyit költöttél? Mert úgy gondolom kaján kívül, és sokszor azért meghívtak, nem sok mindenre kellett költeni. Hát nem sok mindenre kellett. Tömegközlekedésre még nem költöttem igazából. Szállásra. Szerintem még arra sem. De Örményországban azt hiszem ott egy hostelben aludtam egyik éjszaka. Volt, hogy tett kajára kellett igazából elsősorban költenem. Nem, de nem tudom, hogy arányéban, hogy eddig mennyi volt. Az egész túrám több mint 2 hónap volt, az hát körülbelül 100 000 forintból jött ki. És hogyha valaki azt mondja, hogy drága utazni, akkor itt az élő példa, hogy nem. Csak az igényeket hát, kell átalakítani, és kinek mi a fontos. Igen, egyértelműen. Uh-huh. Ezt ennyi pénzből utazhattam volna, jobb körülmények között, nem tudom, Szlovákiáig. Igen. Ennyi időre. Vagy lemész a Balcsira egy hétvégére. Igen. Igen. Na szóval Erzurum? Erzurumnál tartottunk. Nál járunk. Itt begyorsítottál, hogy akkor hát hamar érde el a határt? Hát azért igyekeztem. Határt. Nem? Uh-huh. Igen, igen. Volt egy hely, ahol aztán újra belassultam, ez a Szirt nevű település volt. Uh-huh. Itt. Ez már egy olyan környék, ahol főleg kurdok élnek. Nagyon nagy százalékban kurdok. Nagyon, tehát sokkal szegényebb ez a régió, mint általában Törökország, mert egyébként viszonylag ilyen jó állapotban van egész Törökország. Újonnan épített ilyen, hát nem panelek, de ilyen többlakásos épületek vannak. No, viszonylag normális utcák, egész sok park van, tényleg jó hangulatúak a városok. Itt viszont, hát máshogy, de szintén jó hangulatúak, eléggé kis sikátoros agyagházak vannak, elég nagy szemét, és rengeteg ember, meg rengeteg gyerek, csomó kutya, meg macska az utcákon szanaszét. És ebben a Szír nevű városban történt az, hogy már egy szürkületkor kerültem be,
gyorsan megnéztem neten, hogy hogy tudok kikeveredni a városból, és valahol az autópálya mellett majd alszom. Ez volt a terv, és hogy nyilván a legsűrűbb részén kellett átmennem a városnak, kis sikátorokban, baktattam át a hátizsákommal. Itt már azért mindenki jelentősen sötétebb bőrű volt, mint én, meg alacsonyabb, és úgy eléggé kirittem az emberek közül. Nem álltam neki fotózni. Ahogy mentem, mindenki így elhallgatott igazából, és így csak így néztek, ami kicsit para volt. Tehát hogy nem voltak rossz indulatúak, csak olyan nem értették, hogy mit keres ott, nem tudom, egy szőke. Mindenki mentél el az, mondjuk a sikátorba, igen, boltok mindenki, között, és mindenki megáll, és téged bámul. Igen, gyerekek abba adták a futás, és csak így megnéztek. És ez már mondom, szürkület volt. És megállított, vagy megkérdeztem egy embert, hogy de már törökül, hogy... Miért néznek? Nem, hanem, hogy merre is van pontosan az autópálya. És erre így mindenki oda sereglett, és így körövettek, nem tudom, hogy 30-an. És mindenkit így érdeklődtek, kérdeztek, és nem voltak így rossz indulatúak, tehát nem kell félreérteni. De valahogy annyira, nem tudom, ilyen... Tehát nem annyira nyitottan kezeltek, hanem kicsit ilyen méregetve engem. Mm-hmm. Meg nem értették, hogy mit keresek ott. És ez nekem ilyen furcsa volt. Meg én is lehet, hogy emiatt zárkozottabb voltam. Na és akkor, ahogy így beszélgettünk, vagy ezt próbáltunk kommunikálni, itt jött egy ilyen kis busz, egy távolsági kis buszos, és a sofőr mondta, hogy ő szívesen kivisz engem az autópályára. Bent ült a családja is egyébként, a buszban éppen hazafelé tartott. És megköszöntem, beszálltam. És amíg el nem értünk az autópályára, addig elkezdtem a... Hogy is? Volt egy 12 éves kislány, és ő rögtön kicsapta az angol füzetét, hogy akkor a háziban segítsek. És megcsináltuk a házit, kijavítottam egy fogalmazást, utána elkezdtem rajzolgatni egy-két dolgot, ilyen apróságokat. És mire az autópályához értünk, így kérdezték, hogy akkor most mi a tervem. Megmondtam, hogy hát ott azokban a bokrokban fogok aludni ott elől. És rögtön így a kislány érdekemben felszólalt, és végül is meghívtak magukhoz. Úgyhogy jó befektetés volt az a néhány rajz. Uh-huh. És hát itt már itt volt először igazából, hogy olyan török családnál vendégeskedtem, akik már a földön ültek, és viszonylag rossz körülmények között éltek. Mármint, tehát lavorból mosakodtunk például, kettő helység volt a tényleg ilyen agyakházban. Sok is tévé meg kóla az volt. Ja, és utána mentem tovább délre, és volt egy a következő város, Sírnak nevű város, ahol az a meglepetésért, hogy stoppoltam oda, a város előtt egy kereszteződésben kirakott a fuvarosom, és mondta, hogy egy kilométerre arra van a város, ő nem oda megy. Oké, elkezdtem sétálni, és rögtön megállt szinte egy rendőrautó, és kérdezték, hogy én hova megyek. Mondtam, hogy Sírnakba, de ez is már törökül, és mondták, hogy oké, akkor szálljak be. Uh-huh. Jó, hát beszálltam, menjünk. És elvittek a város határára, ahol ilyen betonakadályok voltak az úttestem, és rengeteg rendőr, meg ilyen terrorelhárító, rengeteg ilyen páncélozott csapat szállítók az úton, meg így a réteken, város szélén, katonai helikopter volt az égen, és mondták, hogy hát ide nem lehet bemenni, ez a város most le van zárva, mert a PKK, a kurd terrorszervezet, ez nézőpont kérdése, de a kurd terrorszervezet éppen bent robbantgat, illetve bent van a városban, és így szép lassan fésülik át az egész város, és addig lezárták. Én meg hát térkép alapján ezt nem tudtam igazából, és ebbe a városba se terveztem így kimondottan bemenni, csak arra vitt az utam. Viszont a rendőrök miután rendesen kifaggattak és átkutattak, utána baromi jó fejek voltak, együtt teáztunk, az egyik tiszt, az stoppolt Európában, amikor fiatal volt, úgyhogy meg volt a közös téma, és tényleg nagyon jól dumáltunk. Egyébként nagyon jó fejek voltak nekem, az a tapasztalatom Törökországban, minden rendőr tudott gyakorlatilag angolul, nagyon segítőkészek voltak, nagyon profik, tehát amikor ellenőriztek, mert itt azért már így Dél-Kelet-Törökországban naponta 5-6-szor kikérdeztek, meg átkutatták a cuccom. Azt is nagyon profin és gyorsan csinálták, és tök tiszteletteljesen. Találkoztál ott közben más hátizsákossal, vagy láttál, vagy hallottál, hogy járnak erre, vagy te ilyen kuriózum voltál? Nem, hiszem azért, hogy kuriózum voltam, de nem találkoztam senkivel. Mm-hmm. Hol érezted először, hogy közeledsz a határ felé,
és mondjuk megerősödött a rendőri katonai hát jelen. Itt ez volt itt az igen. első jelen. Pláne, hogy ebből a városból már, illetve a város széléről, ők megszervezték, hogy az egyik katona elvisz engem a következő városba, hogy biztonságos fuvarom legyen, és ez a következő város, Gizre, az már a szír határon volt. Innen át lehetett látni Szíriába. És ebben a városban már nagyon-nagyon komoly katonai jelenlét volt, vagy ilyen rendőri jelenlét. Mindenhol ilyen gépfegyveres osztagok járkáltak, kb. 150 méterenként vagy 200 méterenként követték egymást ilyen ellenőrző kocsik a nagyobb utakon. És éjszaka kijárási tilalom volt például. Úgyhogy itt nem is kezdtem neki így csövezni valami parkba, hanem befizettem egy ilyen olcsóbb hotelbe, egy ilyen hostelbe, és a legnagyobb, nem tudom, érdekesség, hogy elkezdtem így beszélgetni a tizenéves srácokkal, akik ott a hotelben dolgoztak, és büszkén mesélték nekem, hogy hát ők mindannyian önkéntesek a PKK-nál. Annál a terrorszervezetnél, ami az előző városban így körbe volt zárva. Ezzel itt így büszkélkedtek és vagánykodtak. És mondták, hogy járnak ilyen táborokba gyakorlatozni, meg ilyen történelmet, meg kurd kultúrát tanulnak, tehát nem csak, nem tudom, terroristának képzik őket, vagy elsősorban nem, hanem tényleg ami kimarad a török oktatásból, azt így a PKK szervezi. Majd elvittek így körbejárni a városba, megmutattak egy-két helyet, és kiderült, hogy kb. Mindenki önkéntes a PKK-nál. Az összes pincér, akivel találkoztam, a hangszerboltos eladó, annak ellenére, hogy ilyen komoly katonai jelenlét van. Uh-huh. Vagy rendőri jelenlét. Te hogy érezted magad, amikor megláttad ezt a nagy katonai jelenlétet? Tehát voltam, hogy elgondolkodtál, izgalmasnak találtad, féltél esetleg... Ijesztő izgalmasnak volt. Azért biztos, hogy izgalmas volt. Félni nem kimondottan féltem, mert tehát igazából nem csináltam semmi illegálisat, szabadott így utazni, annak ellenére, hogy senki nem csinál ilyen hülyeséget. Másrészt, amiért tényleg tök jó fejek voltak, meg nyitottak a rendőrök, meg segítőkészek, emiatt igazából nem alakult ki bennem egy ilyen tartás, vagy nem tartottam a rendőröktől. De mondjuk a rendőrök nem biztos, hogy örültek volna, hogy te PKK-sokkal... Hát annak biztos, hogy nem örültek volna, nagyon nem. De hát ezt nyilván nem kötöttem az orrukra. Meg amikor a törökökkel beszélgettem, akkor mindig első téma az volt, hogy török-magyar barátság, mennyire szeretem Törökországot, csok güzel, az a nagyon szép. Csok güzel. Meséltem nekik, hogy merre jártam Törökországban, mennyi mindent láttam, és ezzel így megsimogattam az egójukat, és minden rendben volt. Igen. Utána ebből a városból, bár ez már nincs messze az iraki határtól, még nem Irakba indultam, hanem először elmentem kicsit nyugatra, Midyat nevű városba, ahol egy nagyon nagy menekültábor van, hogy először megpróbálok oda bejutni, vagy megismerkedni, hogy működik, és hát ez is érdekes tapasztalat volt, hogy elmentem a menekülttáborhoz, és a menekülttábor határában, vagy a kapuban a török katonaság őrködött, és nem engedtek be. Mondták, hogy csak úgy mehetek be, hogyha szerzek egy aláírást a kajmakántól, a helyi kormányzótól. Mondtam, hogy oké, hát én nem akarok igazából bemenni, szóljanak valakinek, aki valami vezető, vagy ilyen táborüzemeltető, és én vele is tök szívesen beszélgetnék, meg egyszerűen csak kíváncsi vagyok, hogy működnek. De hát ők nem szólnak, szerezzek aláírást a kajmakántól. És akkor hát ez a kajmakán egész tartománynak, vagy így a régiónak a politikai vezetője. Tehát kb. Olyan, mint a Orbán Viktortól kellene aláírást gyűjteni, mert mint egy akkora területnek a vezetője. Úgyhogy először elmentem a városházára, végigtaláztam az összes kis irodát, szereztem egy rakás aláírást, meg ilyen igazolást, meg ajánlást a kajmakánhoz. Utána elmentem a kormányzóságra. Ott is. De így bekopogtál, tehát bementél a portán, kit keres, hát jöttem a igazolásért. Első emelet, hármas szoba. Nem. A portás nyilván, meg itt őrök vannak minden ilyenen, akkor ők már rögtön kihallgattak, megkérdezték, mi van, elkezdtem velük tejelzni először, velük barátkoztam, akkor ők már mondták, hogy melyik irondába menjek először, akkor oda is bementem, akkor ott valami csinovnyikkal még először teáztam, beszélgettem, szép lassan el lehetett jutni azért magasabb szintekre.
És a kajmakárnál is kezet fogtam, tehát eljutottam hozzá, de hát a kis hivatalnokai ezek rögtön eltereltek, és így nem volt esélyem beszélni vele. Annak ellenére, hogy 2 napon keresztül nyomultam a kormányzósággal. Törökül ilyenkor már el tudtad mondani ezeket a dolgokat? Hát valamennyire, azért inkább angolul, nyilván. De inkább törökül, inkább csak így jófejkedni tudtam. Igen. Az aláírás az nem lett meg. Nem lett meg az aláírás. Kicsit el is szomorodtam. Viszont közben, mivel ott éltem ugye a városban, a parkokban, mert hogy volt, hogy parkban aludtam, meg volt, hogy helyi tanárok meghívtak, és náluk vendégeskedtem. És így egész sok barátom lett már. És ez a tanári csapat, akikkel összebarátkoztam, ők írtak a nevemben egy török levelet, mert törökül, hogy én ki vagyok, mit szeretnék, miért szeretnék bejutni a menekültáborba. És az volt a következő próbálkozásom, hogy a menekültábor előtt egy kanyarral megállítottam minden autót, aki a tábor felé ment, és próbáltam bejuttatni ezt a levelet, illetve ennek a sokszorosított változatait a táborigazgatósághoz, hogy jöjjön ki értem valaki. De ezzel elcsesztem még több mint egy fél napot, semmi válasz nem jött. Csomóan nem ismerték elvenni ezt a levelet. Tehát nem volt a legjobb módszer. De mindegy, hát tapasztalni tudtam belőle. De legalább kreatív volt és próbálkoztál. Hát igyekeztem, igen. És hogy bejutottál volna a menekültáborba, akkor te mondjuk, nem tudom, beszélgettél volna az bentlakókkal. Ezt szerettem volna, igen, igen. Illetve nyilván attól azért tartanak, hogy a törökök, hogy a menekültekkel beszélgessek. Mármint szívesebben képviselik ők az, hogy mi a helyzet a menekültáborban, mint a menekültek. Azért az mégis csak így jobb nekik. De én ezt, tehát nem zavart igazából, nyitott voltam mindenkire, és a török igazgatósággal is szívesen beszélgettem volna, mert tényleg csak kíváncsi voltam, hogy hogy működik, hogy látják, milyen problémák vannak, milyen helyzetek. De hát ez végül nem jött össze. De akár mondjuk önkénteskedtél is volna, ha van lehetőség, szívesen. Tehát az lett volna igen. A cél. Igen. És milyen éreztél ellentétet itt a kurdok és a törökök között? Hát így alapból nem. Uh-huh. Tehát nem volt ilyen nyilvánvaló az, hogy minden kurd nagyon nacionalista és nagyon szeretné Kurdisztánt így elszakítani Törökországtól, vagy leválasztani, de minden kurd azért felhozta, hogy ő kurd, és a törökök nem vannak szépen velük. De amikor mondjuk talán, nem tudom, ez lehet, hogy buta kérdés, hogy a rendőrség és a katona, török katonák között van olyan, aki kurd nemzetiségű? Hát, nem találkoztam. Nem. Vagy mondjuk akár mentél a Kajmakán. Kajmakánhoz, nem tudom, ott az ott ő. Is csak törökök. Csak törökök, ugye? Igen. Igen. De mondjuk a tanárok között voltak kurdok, de ők is törökül tanítanak. Uh-huh. Ja. Az egyetemistáknál, ahol voltam, például Karszban, ott vegyesen éltek kurdok és törökök, és ők egyáltalán, hogy mondták, hogy ez nem tudom, tehát ilyen politikai eszme, és hogy ők egy kicsit ilyen lenézve nézték ezt, hogy mindenképpen el akarnak válni Törökországtól, meg nagyon sok kurd nagyon szereti Erdogánt. Uh-huh. És így, de mondjuk ők messzebb is vannak már a határtól, és mondjuk attól, ami mondjuk azt mondják, hogy a Kurdisztánnak a központja. Hát, az egyetemistákkal itt voltál fönt Karszban, nem? Igen, igen, de ezt így arra gondoltam, hogy egész Kurdisztánban nagyon sokan szeretik törökök, vagy Erdogánt, ami szerintem furcsa, de ott így valahogy máshogy állnak az egész politikához, vagy a vezetőhöz. Uh-huh. Sokkal fontosabb nekik, hogy legyen egy erős vezető, aki jól reprezentálja és képviseli az ország érdekeit, és egy erős országot tud vezetni erős kézzel, mint az, hogy pont az ő szavuk is meg legyen hallgatva, ilyen kicsinyes demokratikus dolgok, azok nem annyira. Gondolom az iraki kurdisztánok ezt már teljesen máshogy látják, és ők a Törökországban élő kurdok. Mármint hát, hogy az Erdogánt felnéznek rá, persze. Határ túloldalán, vagy mondjuk határhoz közel megkérdezed őket, teljesen más. Teljesen más. Igen. Elmondtad ott a rendőröknek, hogy te tervezed átmenni, vagy nem. Szóba kerül? Ezt nem, teljesen... azt nem mondtam. Hát ez csak a határon derült ki, hogy én oda készülök. Mármint ott addig nem hirdettem sehol. De kérdeztek rá ilyenre, vagy szóba kerül, persze. És tagadtad, hogy te át akarsz. Hát mindig valami kitérő választottam.
Majd meglátjuk, mert nem tudom. Hát meg nem, föl sem merült. Tehát ez, nem kérdeztek rá, hogy én Irakba készülök, vagy Szíriába, nyilván ez azért nem merült föl. Ha. Csak hogy merre készülök, és akkor mondtam, hogy meg szeretném nézni itt a régióban, a, nem tudom, történelmi helyszíneket, vagy ilyeneket mondtam. És akkor a nagymúltú török helyszíneket, meg ilyeneket, ez nyilván megnyugtatta őket, hogy ez érdekel engem. Meg amúgy is a török-magyar barátság, és ennyivel letudtuk. Meg olyanokat mondtam sokáig, hogy Gürcsisztánba, azaz Grúziába készülök, és ez meg teljesen normális volt, meg ez rendben volt. Igen. És akkor miután nem sikerült bejutnom a menekülttáborba, Midiatban, utána akkor gondoltam, hogy jó, most már mindegy, akkor megyek Irakba, és visszastoppoltam a határhoz, és a határon, amit már az elején említettél, ott volt az az érdekesség, hogy fölvett egy ilyen jobb mikrobusz, 9 személyes mikrobusz, 2 srác vezette, vagy 2-ketten ültek benne, és mentek át Irakba, és a vámmentes boltban a két határ között vettek rengeteg karton cigit, és ezt, hát én is segítettem így megtölteni végül is az ülések háttámláját. A 9 ülést azt teleraktuk cigivel, és hát így mentem be Irakba. De eddigre már azért úgy éreztem a néplelket arrafelé, és én önmagamban lekötöttem az egész határ figyelmét. Tehát mellettem bármit át lehetett volna csempészni. Engem nagyon kikérdeztek, meg nagyon ellenőriztek nyilván azért, mert nyugatról azért előfordul, hogy beálltak az iszlám államhoz mindenféle emberek. És hát emiatt tartottak azért a határon. De mindegy, én átjutottam, és meg tudtam magyarázni mindent. Ezt egyébként már többen mesélték itt, hogy ez működik, hogy valahol embercsempészekhez vettek föl stopposnak az valakit, ilyen. És akkor ugyanezzel a módszerrel, mert hogyha ott van egy külföldi, az lefoglal igen. minden figyelmet. Egyébként ez egy teljesen normálisnak kinéző határ volt, így ahogy elmondod, és nem olyan, hogy hatalmas katonai és rendőri erők vannak ott, és nem tudom, mindenkit szétszednek darabokra. Nem, egyáltalán nem. Nem. És itt mondjuk, ahogy közeledsz a határ felé, itt már nem voltak rendőri ellenőrzések, és téged nem kérdeztek, és ott nem kérdezték meg, hogy hát te hova mész, mi legyen hát ez neki a határnak. Körülbelül, nem tudom, egy pár 10 kilométer volt az, ahol már nem tudtam azt mondani, hogy nem Irakba megyek, mert tök egyértelmű volt. És nem foglalkoztak és, ezzel, vagy ugyanúgy? Hát nem, tehát meg tudtam magyarázni, vagy nem volt olyan vészes. Nagyon sok egyébként az utakon nagyon sok ellenőrző pont volt, tehát sokszor meg kellett állni, ugyanilyen betonakadályok között. Rendőrök átkutatta, kikérdeztek, de azért viszonylag felületes volt, és nem voltak akadékoskodók. Ja. És akkor... Esetleg annyi volt, hogy ők mondták, hogy azért ez hülyesség, és ne arra. És akkor beléptél Irakba. És akkor beléptem Irakba, elköszöntem a srácoktól, akik áthozták a jó sok cigit, és az első utcapatkán leültem, hogy a kis füzetemre elkezdjem a következő város nevét felírni. Én úgy stoppoltam, hogy mindig ki volt írva, hogy hova szeretnék menni. És körülbelül 3 betűnél tartottam, és tényleg még csak a patkán ültem, amikor megállt egy autó, hogy hát ő megy az első városba, és a gondolom szívesen elvisz engem. És oké, persze. És így jutottam ez Zakó nevű városba, ami hát igazából közvetlenül a török határ túloldalán van, mert mint Irakban, iraki Kurdisztánban. És ez az ember, aki fölvett, egy apuka, ő megvendégelt, hazavitt, teáztunk, ebédeltünk, elvitt a munkahelyére, bemutatott a családjának, a munkatársainak, mindenkinek. Hát végül ennél a családnál ott voltam egy hétig. Baromi jó fejek voltak, tudtak angolul. Voltak egyetemista srácok, akik pont korombeli volt az egyik, és jól is beszéltek angolul, úgyhogy velük ilyen normális, mélyebb kapcsolatot ki tudtam alakítani. Naphosszat beszélgettünk, millió kérdésük volt nekik is, meg nekem is, és nagyon-nagyon jó volt együtt élni egy ilyen szunita kurd családdal. Nem is tudom, mit emeljek ebből ki. Hát igazán, tehát ez ilyen kultúrsok volt azért. Annak ellenére, hogy egy hétig egy háztartásban éltem családdal, én nem találkoztam például a feleségekkel, akik ugyanabban a házban éltek, és ezt a feleségeket azért mondtam itt többes számban, mert nem egy férfinek volt több felesége,
de a családból több férfi testvérek még ott éltek abban a házban, ami egyébként hát így a mamáé volt, az abszolút hierarchia csúcsa, a mama volt, és neki a fiai, ahogy nőttek föl, még volt, aki otthon lakott. Konkrétan négyen, és a legfiatalabb volt velem egykorú. És hát volt már közülük, akinek volt felesége, meg gyerekei, de még ugyanúgy a mamával lakott. Másrészt eszméletlen jó élmény volt, hogy minden tabu téma nélkül lehetett bármiről nyugodtan beszélni. Órák hosszat meséltem a különböző alkoholivási szokásainkról, vagy a ilyen vallási kérdésekről, politikai dolgokról, nagyon sok mindenről. És őket nagyon érdekelte igen. Minden, ami minden. Nyugati, és ami életünkben fontos. Vagy... Persze, hát nekik ez, tehát nincs ilyenhez nagyon kapcsolatuk. Nyilván a tévéből csomót látnak, csomó olyan filmet, meg eseményt, ami így a nyugati értékrendet, meg kultúrát képviseli, de azért ezt nem tapasztalták így meg. Uh-huh. És az, hogy a feleségekkel nem találkoztál, ezre rákérdeztél, hogy ennek vallási oka van, és még úgy, hogy ők nyilván ugye el vannak takarva, még így se találkozhatsz velük? Hát nem tudom, hogy én kérdeztem rá, de ezt így mondták, hogy egyszerűen ez az illem, tehát megvan, hogy így kinek hol a helye. Nekem így a házban volt egy rész, volt egy szalon, volt egy kis szoba, fürdő, ahol én nekem illet lenni. Tehát ez nem olyan volt, hogy nyilván én sem próbáltam meglesni a feleségeket. Egyszerűen így illett. Uh-huh. De például, amikor először oda mentem azok, akkor rajtam rövid nadrág volt, és emiatt meg is szóltak, hogy azért vegyek már normális nadrágot. Uh-huh. De ez is így tisztelettel, meg tudták, hogy én nyilván máshonnan jövök, csak mondták, hogy azért így mit, hogy illik. Én meg nyilván nagyon próbáltam beilleszkedni, meg elfogadni az ottani szabályokat. Úgyhogy ebben nem volt feszültség. Uh-huh. És egy teljes hétig akkor velük voltál? Hát azt hiszem 6 napig hát először, meg utána visszafelé is még vendégeskedtem náluk. Hogy élik ők az életüket? Hát, majdnem kimondtam, hogy rettentő lustán, de azt hiszem azért ezt jobb kifejteni, hogy... Ők, ha jól emlékszem, azt mesélted korábban az előadásodon, hogy ők egy nagyon jó módú család. Igen, ők eléggé jól éltek. Azt kiderült, hogy miből éltek? Úgy működött, hogy volt a családnak egy kis dohánykereskedése, amit úgy kell elképzelni, mint hogy a korábbi haverjaid csempésztek be dohányt használni. Hát ez lehet, ezt nem tudom, de van rá esély. Ez egy olyan utcában volt, illetve egy ilyen piacnak egy olyan utcájában, ahol sorban tök egyforma dohánykereskedések voltak, és ugyanolyan dohányterméket árultak. Ebben a boltban konkrétan volt egy kis folyosó, körülbelül 4 méter hosszú, és két oldalt két polc, ezen kívül semmi, és a polcon dohánytermékek. És a család, ahol laktam, onnan az egyik férfié volt ez a kereskedés, és volt 4 alkalmazottja. Konkrétan már csak az alkalmazottak nem fértek gyakorlatilag be a boltba, nemhogy még egy vásárló is. És ez azért volt, mert ez kb. Ilyen alibi munka volt, mert minthogyha van családjuk, állampolgárságuk és munkájuk, akkor az állam, illetve iraki Kurdisztán, az így fizet nekik elég jó ilyen minimálbért, vagy nem tudom, ellátást. És az állami olajat azt így visszaforgatják a helyi népnek viszonylag jól. Tehát elsősorban most ebből éltek. Az, hogy miből szedték meg magukat még annó, amikor építették ezt a házat például, azt nem tudom. Tehát az is egy szép ház volt. Hát inkább azt mondanám, hogy gazdag. Aha. Szépnek nagyon nem szép. Ízléstelen? Fú, nagyon ízléstelen, de ilyen... Gicses? Igen, de nagyon. Teljesen belefért nekik az ilyen zöld neon világítás, a ilyen csicsás aranyozott függöny, díszes szőnyeg, akkor ilyen nem is tudom, ilyen faragott fotelek, meg ilyen díszes párnák, amik semmelyik nem ment a másikhoz. Tehát így... Na mindegy. Feng shui akkor nem volt meg. Hát, nem igazán. És öltözkedésben ugyanez a, nem is tudom, gicsesség, hogy nem tudom, pólók hatalmas logóval, meg a napszemegek, amelyik ilyen... Hát a napszemeg az megvolt, csicsás napszemeg. Meg inkben jártak azért főleg, és az is sokszor ilyen, hát előfordult, hogy egy csillogós ing, vagy valamilyen színes ing, de nem volt azért annyira gáz szerintem. Mármint így az én értékrendemhez képest sem. Szóval és akkor ők lustán élték az életüket. Ja, és hát
Ami nagyon érdekes, hogy igazából például feleséget azt a szülők választanak a fiúknak. Uh-huh. Van beleszólásuk, de elsősorban a szülők döntik el. Másrészt a munkát, az, hogy ki mit fog dolgozni, azt nagy mértékben az állam határozza meg, mert írnak egy ilyen központi érettségit minden tárgyból, és ennek az eredményei, meg a piac szükségletei alapján központilag beosztják, hogy ki mit tanul tovább, ki az, aki tovább tanul egyáltalán. Úgyhogy emiatt így eléggé arra nevelik őket, hogy ne legyen önállóságuk. Uh-huh. És utána lesz egy munkájuk valamilyen, igazából ez szerint keresnek, de az állam ellátja őket. Másrészt, amit ez az iraki kurd autonóm régióra gondolok, vagy kurd kormányra. Tehát úgy nem teljesen önmaguk vezetik az életüket, és ez így kicsit rá is nyomja a bélyeget szerintem az ottani fiatalokra, hogy az az érzésük, hogy nagyon nincsen beleszólásuk abba, hogy mi lesz, és nem olyan motiváltak, hogy tanuljanak új dolgokat, hogy fejlesszék magukat, és például a hobbiuk az nem igazán volt, ugye konkrétan nem volt. Focizni néha eljárnak, vagy így korzózni kiülnek a városba, de ennyit, tehát naphozta semmit nem csináltak igazából. Dolgozni meg, hát így úgy dolgoztak, ahogy igazából a csütörtök péntek az ott hétvége, de hát amiért Európában a szombat meg a vasárnap, hogy igazából hozzácsapják még általában a szombati napot is, vasárnap így van, aki bemegy, van, aki nem, tehát úgy nagyon össze-vissza dolgoznak, és nem túl sokat. Amikor én ott voltam, gyakorlatilag minden nap ilyen 11 és 1 óra között ébredtek. Én azt hittem, hogy megőrülök el. Tehát ez egyszerűen nem... Én nagyon szeretek aludni, de ezt nagyon nem bírtam. És akkor utána először reggeliztünk, utána néztünk egy kis tévét, nyilván beszélgettünk közben folyamatosan. Volt valami nasi, teázás, rengeteget teáztunk. Utána akkor jött az ebéd, akkor utána megint egy kis siesta, utána elmentünk korzózni, vagy piknikezni, vagy valahova. Nyilván nem dolgoztak, mert én ott voltam, mint vendég, illetve nem mindannyian dolgoztak. De az egész nap gyakorlatilag így telt, ilyen, nem tudom, pihenve. Aha. És mondjuk ilyen telefon, meg Facebook, meg social az media, meg hasonló, azt gondolom, persze, ott a kézben nagyon... is folyamatosan nyomják. Igen, igen. Hát, nem, tehát nem lehet velük beszélni, tehát nincs az, hogy így rá vannak kattanva, de azért mindenki fent van a Facebookon, és folyamatosan. A korzózás az, elmennek, és akkor ugyanezt csinálják kint, teázgatnak, nem tudom, igen, beszélgetnek. Illetve, hát nyilván az csak fiúk, mármint ők így külön a fiúk, meg külön a lányok, de a városban én nem igazán láttam lányokat, tehát ők így egymáshoz átmennek, de igazából a fiúk mennek korzózni, és volt egy ilyen nagy híd a városban, egy ilyen régi híd, és akkor oda mentek ki. Vettek, hát nem tudom, hogy mi volt az az étel, én úgy hívtam, hogy kapribab, mert úgy nézett ki, mint egy nagy babszem, de olyan íze volt kicsit, mint a kapribogyónak, és nagyon rossz volt, de tényleg. Egy ilyen nagy fődbab, amit megsóztak, meg megpaprikáztak, és akkor úgy kellett tenni, hogy először bevettük a szánkba, lenyaltuk róla a fűszereket, kiszakítottuk a bőrét, kinyaltuk a belsejét, és olyan ki kellett köpni a bőrét, mert az elég kemény volt. Egyszerűen nagyon gusztustalan volt már csak, ahogy enni kell, és hát az íze is szerintem nagyon rossz volt. Mindenki ezt tette. És hát a korzózáskor ez volt a nasi. Akkor ott ilyen csajozás, akkor ott nincs. Az nincs. Illetve mesélte a legfiatalabb srác, aki velem egykorú volt, hogy képzeljem el, bár mindig a szülők találják ki, ahogy ki lesz a feleség, neki egyedülálló módon Irakban van egy barátnője. Még nem találkoztak élőben, de ott lakik a városban, a testvéreit ismeri, és már azt hiszem 3 éve együtt vannak, így interneten, sokat beszélgetnek, és volt, hogy már egy utcaszélességre volt tőle, de még nem találkoztak, viszont ha ez így kiderül, hát az fú, belőle gondolni is rossz, mert hogy tehát ilyen nincs. Ő egy újító Irakban, ő az első, elhozta a felvilágosulást. És jó, azt így meghallgattam, fú, tényleg kemény, sok sikert nektek. Majd beszélgetek a testvérével, és ő is így nagy titokban nekem elmondja, hogy képzeljem el, soha senki Irakban, de neki van egy barátnő. Iszonyú újítás. És kiderült, hogy gyakorlatilag mindenkinek van barátnője, és mindenki azt hiszi, hogy ő az első Irakban.
Vicces. És őket érdekelte egyébként, hogy hogy működik ez a női-férfi kapcsolatok nálunk, vagy Európában? Persze, persze. Nagyon? Hát, igen, végül is, de ugyanannyira, mint minden más. Nem volt ilyen kiemelkedő téma, de persze beszélgettünk sokan. És szerinted ő nekik lesz esélye az, hogy ők válasszanak feleséget pártmagoknak, vagy a kultúra annyira erős, hogy majd a mama? Hát az van, hogy ez a család, ahol én voltam, ők egy eléggé ilyen modern gondolkodású család voltak, és az egyik srác, akinek nemrég lett felesége, neki is volt előtte barátnője, és... Én titokba kiderült. Nem, azt hiszem, nála már rákérdeztem konkrétan, hogy előtte, így a házasság előtt volt-e valami kapcsolata, és mondta, hogy hát ilyen internetes, tehát nem komolyabb, de hogy interneten azért mégiscsak beszélt lányokkal, és azt mondták, hogy ez már kapcsolat. És... Mit akartam? Hogy ő neki volt egy friss kapcsolata, friss felesége. Ja igen, hogy és amikor oda jutott, hogy akkor házasság, akkor igazából nem a barátnőjét vette el feleségül, hanem pedig a szülei így hagyták volna, hogy ő válasszon. De ő azt mondta, hogy ő így inkább bízik a család választásában, és fontosabb neki az, hogy ilyen hagyományos módon és a egész családnak elfogadott feleséget szerezzen, ne egy olyat, aki csak neki jó. Arról volt szó, hogy a feleség és mondjuk a házasság az mit jelent az ő életükben, mert hogy én úgy gondolom, hogy nem sok kapcsolat van, mert hogy a férfiakkal csinálnak mindent, a nőnek meg van a saját helye, hogy ki van zárva a legtöbb dologból, szóval ez inkább csak ilyen papíron, hogy ő a feleségem, de ugye az életüket nem igazán osztják meg, ahogy én így gondolom meg, amit így hallottam. Jó, hát azért ez ilyen kicsit sztereotípikus. Igen, ez a podcastnek a címe, úgyhogy igen. Nyilván van kapcsolat, és nyilván nem mindegy, hogy milyen a feleségük. Az igaz, hogy napi szinten van különböző, tehát ilyen van olyan időszak, amikor elmennek a fiúk külön bandázni, meg a lányok átmennek szomszédolni a lányokhoz, vagy tehát a férfiak meg a nők. Tehát mind a kettőnek van ilyen szociális élete, és ez van nagyon elkülönülve szerintem, így a nemek szerint. De ezen kívül otthon már azért eléggé együtt vannak, és én egyben belezavartam valamennyire azzal, hogy vendégként ott voltam. Egyébként nem szokott ennyire elkülönülés lenni. Csak mivel vendég vagyok, akkor nekem feleségekkel nyilván nem illik lennem, viszont a fiúk meg velem voltak, úgyhogy emiatt én azért felbolygattam ott a rendszert. 6 nap után mondtam nekik, hogy imádom őket, de tényleg, de most már más is megnéznék iraki kurdisztánban, tehát még láttam Törökországban. 5 kilométeres voltam. Igen. És... mondták, hogy maradjak még, akár évekig, szereznek munkát, meg feleséget, amit csak akarok. De mondom, hát köszönöm, de én szeretnék egyetemre menni, meg azért így még más is látni a világból. És van iraki Kurdisztánban egy amerikai egyetem, amilyen elég jó és jó drága, és mondták, hogy összedobják és befizetnek, hogyha csak ez az akadály, és semmi gond, maradjak. És akkor így nagyon megköszöntem, de azért eljöttem, és nyilván ők is megértették, hogy azért más is szeretnék látni. De megszervezték, hogy egy barátjuk elvigyen a következő nagyvárosba, sőt, mivel még hát pénzt sem tudtam váltani, tehát éppen csak beestem az országba, az utcapatkáról már felszedtek. Igazából adtak egy kis költőpénzt, amit eddig soha nem fogadtam el, de most így jó van, taxira vagy bármi, hogyha megszorulok, akkor hogy legyen egy pici. Azt sem tudtam, hogy pontosan mennyi pénzt adnak. Hát adtak kb. 15 ezer forintot, de ebből hát többen jöttem ki iraki Kurdisztánból, mint amennyibe bementem. Tehát ebből királyként lehet ott élni. Na ez a kemény, hogy elmész utazni, és még több pénzzel jössz haza majdnem, mint amennyivel elmentél. Hát onnan igen. Volt a városképben bármi változás, hogy átléptél a határon? Infrastruktúra, minősége, az utak minősége, hát házak, mondjuk autók. Eltűnt a katonaság, meg az ilyen rendőri jelenlét, tehát az gyakorlatilag nem volt, és gazdagabb volt, tehát jobb autókkal jártak, ilyen csicsás házak voltak többnyire, de nem volt egy szép, ilyen rendezett város egyébként. Hát ilyen keleti esne. Igen, mondja csak. Azt akartam még mondani, hogy miután ez a barátjuk
elvitt a következő nagyvárosba, vele is elkezdtem beszélgetni, és kiderült, hogy én a város mellett szeretnék majd valahol aludni a bokrokban, és ragaszkodott hozzá, hogy befizessen egy hotelbe, ne aludjak csak úgy. Utána a hotel tulajdonos meghívott vacsorázni, meg reggelizni, úgyhogy konkrétan így kézről kézre adtak engem. Úgyhogy hát így azért olcsón lehet utazni. Uh-huh. És ők tudtak angolul? Vagy hogy tudtam? Igen, igen. Tehát az ott ment. Hát olyanokkal találkoztam, nem mindenki, de voltak, uh-huh, akik tudtak. Uh-huh. Milyen mélyen sikerült Irakba bemenned? Mennyire hát igazából hivatalosan csak iraki Kurdisztánba léphettem volna be, de ahogy a front húzódott vissza, szorították vissza az iszlám államot, a Peshmerga, iraki Kurdisztánnak a hadserege, az elég nagy területeket elfoglalt, a hivatalosan Irakból is, uh-huh, tehát az autonóm régión kívül, és mivel hogy ezt ő szabadította föl, és ő gyakorolta most a kontrollt, én beutaztam ilyen helyekre is, ahol hivatalosan már nem lehettem volna, mert nem iraki Kurdisztánhoz tartozik, papír szerint, de ők voltak ott az, aha, urak akkor. Mert csak egy valamit tegyünk tisztába, hogy és ezt csak magamnak, hogy a peshmergák azok csak az iraki Kurdisztán területen, igen, vannak, a PKK pedig a Törökországon, Törökországban a kurdisztánok. Ja, úgy van, hogy tehát alapból, hogyha Kurdisztánt hívjuk, az sem teljesen egy világos fogalom. Négy országban élnek kurdok, Törökországban, Iránban, Irakban és Szíriában. Uh-huh. És ezen belül csak Irakban lévő kurdok tudták kiharcolni maguknak az autonomitást. És ő ezt a régiót iraki Kurdisztánnak hívják, tehát végülis ez is Kurdisztán, így a kicsi, meg Kurdisztánnak lehet hívni az egész területet, ahol kurdok élnek, összesen kb. Hát nincsen pontos szám, de ilyen több mint 20 millióan. Uh-huh. És a törökországi kurdok, ők talán így a leginkább szervezettek olyan szempontból, hogy nagyon próbálják így a nacionalista értékrendet és a képviseletüket átvinni a politikai rendszerben. És ott így a PKK, a törökországi kurd munkáspárt igazából, aminek van egy olyan része, ami hát ilyen terrorcselekményeket hajt végre néha, akár civilek ellen is, ez nem túl üdvös. Másrészt nagyon sokat foglalkoznak a kurd kultúrának az ápolásával, meg történelem, nyelvtanítása, uh-huh, és politikai szerepet is vállalnak. Illetve ők mondjuk részt vettek a szíriai háborúban is, kiképzésben, meg a szíriai kurdokat eléggé támogatták. Tehát emiatt nem csak török végül is, de alapból ők Törökországban vannak. Iraki Kurdisztán az egy hivatalos autonóm régió, és neki van egy saját hadserege, ez a Peshmerga. Ez nem egy terrorszervezet, ez egy rendes hadsereg, aki ráadásul háborúban áll, és uh-huh, elég komoly. Iránban ott nem tudom, hogy szerintem ott nincsen semmilyen szintű ilyen szervezet. Szíriában pedig a háború miatt álltak össze így komolyabban kurd csapatok, meg városok, meg területek, és ők próbáltak az iszlám ellen harcolni. Uh-huh. És Irakban az iszlám állam ellen a Peshmerga, az iraki, újonnan alapított iraki hadsereg, és a török a hadsereg együtt harcol? Nem, vagy... A törökök Irakban nem. Egyáltalán nem. Itt a Peshmerga, igen, az iraki hadsereg, meg ilyen nemzetközi támogatók, uh-huh, az amerikaiak is támogatják őket kiképzéssel főleg. De például egyébként találkoztam egy emberrel, igen, és szintén felvettem, amikor stoppoltam, és kiderült, hogy ő a tolmács a magyar táborban, mert egy magyaroknak is van iraki, vagy volt akkor iraki Kurdisztánban kiképző táboruk, és ő volt ott a tolmács. Tényleg? Igen, és körülbelül 30 magyar káromkodást tudott, és így kérdem, hogy fordítsam le, mert azt nem tudom, hogy mit jelentett, de sokat mondják. Az nagyon jó. Uh-huh. És itt az emberekkel a téma azért ez a régióban zajló konfliktusokról szólt, vagy ők tudtok nagyon el, sok mindenről. El tudtak ettől azért vonatkoztatni, és nem csak erről. Nem csak erről. Uh-huh. Tehát ez nyilván fontos téma nekik is, meg engem ez nagyon érdekelt, úgyhogy emiatt sokat beszéltem róla, beszéltünk róla. De ugyanígy érdekelt a kultúra is, a különböző vallások, amik ott megjelennek. Sokat meséltem én is Európáról, meg Magyarországról, meg magamról. Nyilván a személyes dolgokat is csomószor beszéltük, hogy ki hogyan látja a világot, és milyen álmai meg céljai vannak. És te útközben a biztonsági helyzetről te bárhogy tájékozottál interneten keresztül, vagy a helyiekről, hogy mondjuk meddig szabad neked menned? Az eléggé egyértelmű volt, mert ugye a front
hoznál közel sem nagyon lehetett oda menni. Te nem is engedtek volna. Nem, tehát ilyen ellenőrzések voltak bőven. Másrészt itt viszonylag már ilyen állóháború volt akkor, tehát egyértelmű volt a határ, hogy hol van az iszlám állam között és a iraki Kurdisztán között a határ. Te akkor Erbilig eljutottál, és Moszul is. Moszul akkor az iszlám állam kezén volt, tehát oda nyilván nem, és az egyébként is Irakhoz tartozik. Uh-huh. Erbil pedig a fővárosa iraki Kurdisztánnak. Mert ahogy nézem, így területre pont Moszul az Erbil és a határ között van, ahol te átjöttél, tehát gyakorlatilag kerülnöd kellett. Hát most itt van előttünk egy térkép, amit nézünk, és akkor érthető legyen a szövegünkben. És én itt körbe viszonylag így a határ mentén keletre, a hegyekben mentem el Erbilbe. Uh-huh. De van egy ilyen átvágó út, és ott mentem már vissza, ami szintén elkerüli Moszult, de az ilyen fő butakat már összekötik. De azért ott az elég közel ment hozzá. Hát, amit említettem, hogy itt voltam nagyon közel a határhoz, az itt volt, tehát egy hegygerincnyire igazából. Igen. És akkor Erbil volt a meddig legmesszebb? Hát onnan még elmentem még keletre, erre a részre, a Hamilton Roadra, meg így, hogy is hívták? Ravandúznak hívták azt a helyet, ahol ilyen gyönyörű nagy kanyonok vannak ott. Tehát akkor Gerszka, ismét a természet. Igen, a természet igen. Volt. Erbilben ott volt egy ilyen állásinterjú, meg ott felvettem a kapcsolatot ilyen menekültekkel foglalkozó, vagy ilyen humanitárius szervezetekkel. Szintén azért, hogy önkénteskedjek, vagy megismerjem a helyzetet. És amíg ők például így azon gondolkoztak, hogy kapok-e munkát, vagy hogy pontosan mi legyen, addig még bejártam egy kicsit az országot, vagy ezt a régiót. És hogy mentek ezek az állás interjúk? Hát igen, jó volt, kaptam is munkát végül, de nem maradtam ott. Mert hát, hogy is, ez november elején volt már, vagy így, igen, november elején, és azt mondták, hogy igazából készülnek arra, hogy mivel most indult a felszabadítása Moszulnak, télen biztosan már így be fog durvulni az ilyen menekült áradat, mert mint hogy sokan fognak Moszulból jönni. Másrészt, akik addig szanaszét az erdőkben élnek, családok, menekültek, ők is ilyenkor azért nagyobb segítségre szorulnak, tehát igazából télen tudnék rendesen segíteni, addig pedig várnom kellene. Uh-huh. Egy másik cégnél pedig olyan munkát kaptam volna, hogy naponta egy, vagy hetente egyszer elmentem volna velük így a környező kis falukban, ahol vannak menekült családok, és akkor őket így ellenőriztük volna, hogy minden rendben van, el tudunk nekik orvosi ellátást nyújtani, vagy szervezni, meg ilyesmit. De hát az a baj, hogy nekem azért ez nem volt annyira jó úgy, hogy tehát nagyon sok szabadidőm lett volna mellette, amit nem tudtam volna, hogy eltölteni. Másrészt, mire azért idáig eljutottam, addigra már elég sokat voltam menekültekkel, nagyon sok katonával találkoztam, nagyon sok mindenbe beleszagoltam már, és nem volt bennem az a vágy, hogy tehát a célom az volt, hogy megismerjem ezt a helyzetet, és igazából, ahogy az utcán éltem, jóformán teljesen jól megismertem, és már nem éreztem azt, hogy mindenképpen még önkénteskedjek is. Úgyhogy végül ezt erről lemondtam, és akkor egy ilyen 7 hét után elindultam hazafelé. El tudtad volna egyébként képzelni ott egy, mondjuk egy Erbilben élni az életedet egy, nem tudom, fél évig, még hónapig, egy évig? Tehát, hogy a városkép, ahogy az emberek éltek. Hát, hogy mondjuk tényleg kapsz egy olyan munkát, amelyikben dolgozni kell, nem tudom, 40 órát, ahogy mondjuk, nem tudom, nyugaton vagy, 40 óra, egy olyan dolog, ami neked tetszik, körülbelül kapsz annyi pénzt, amiből megélsz, vagy kapsz szállást, ellátást, akkor úgy tetszett volna a dolog? Ez nehéz. Alapból el tudom képzelni, de nyilván úgy, hogy igazából nem volt ott barátom, vagy ilyen rendes szociális kapcsolatom, azért ez nagyon, vagy ez biztos hiányzott volna. De az könnyen kialakult volna, nem? Lehet, de nyilván emiatt... Hát visszagondolva a család, akiknél egy hétig voltak, és jó, ennyire kedvesek voltak, hát igen, valószínűleg igen. Hip-hop találtál volna ott is hasonló barátokat, lehet. Meg családot. Vagy lehet, akkor már így, nem tudom, kicsit... Nem tudom, igazából... Tehát simán bevállaltam volna ezt a önkénteskedést például, meg még akár most is úgy érzem, hogy szívesen dolgoznék ilyesmi helyen, de nem szeretném az életemet ilyen helyen leélni, mármint ez inkább ilyen tapasztalatszerzés, meg kaland. Uh-huh.
És akkor elhatároztad, hogy akkor most ez így elég volt, és elindulsz haza? Hát iraki Kurdisztánban még azért többet jártam, tehát ott így jól bejártam viszonylag a régiót, és utána igazából igen, úgy döntöttem, hogy még a tél előtt hazaérjek. És mit láttál még ott az iraki Kurdisztánban, ami maradandó? Hát amit már többször említettem, hogy a Mosulnak a felszabadítása akkor kezdődött, tehát azt átélni például eléggé izgalmas volt. Ami úgy történt, hogy éppen Erbilben voltam, Erbilnek egy külvárosi részén, egy autópálya mellett. Este nem találtam rendes szállást, vagy ahol tudnék aludni, és fölmásztam egy háznak a tetejére, ami sík volt, volt egy kis perem, nem látszottam az útról, gondoltam, hogy ott alszok. Fölmásztam sötétedés után, éppen elrendezkedtem, amikor jött egy hadsereg, így előttem az autópályán, körülbelül 25 tank, és rengeteg ilyen páncélozott csapatszállító, meg ilyen jeepek, és így vonultak előttem. Próbáltam a háztetőről fotózni őket, de nem lett jó képem sajnos, mert nyilván, ha észrevesznek engem, hogy egy háztetőről egy hadsereget fotózok, nem magyarázom meg nekik, hogy csak aludni akartam. Bizony. De mindegy, nem is vettek észre. És másnap, hát körülbelül 10 órakor vagy 9-kor egy ilyen teázóban wifiztem, meg teáztam, és egyszer csak így felbojdult az egész teázó, és mondták nekem is, hogy figyeljek gyorsan a tévére, ahol a híreket mondták be, és akkor jött az első hír, hogy aznap hajnalban elkezdték felszabadítani Mosszút, már mint így a hadművelet elkezdődött. És az emberek így szerintem föl se fogták, hogy pontosan mi történik. Gratuláltak egymásnak, dicsérték a Peshmergát, meg kurdokat, meg iraki Kurdisztánt, szitták az iszlám államot, és annak ellenére, hogy ekkor kb. 70 kilométerre voltunk a fronttól, igazából, tehát ők is csak a tévéből tudták meg ezt a hírt. De érdekes volt azért így átélni. Mm-hmm. Ilyen nem sok van. Szerencsére egy életben. És helyi hírek adták ezt élőben? Konkrétan hogy... a Peshmergának van egy saját csatornája, ahol 24 órában a katonai hírek mennek a háborúról. És mondjuk 70 kilométerre... Meg ilyen propaganda. 70 kilométerre a frontról, a városban semmit nem éreztél abból, hogy hát, olyan közel vagy. Nagyon sok katona így a frontról mindig jött vissza, tehát volt, akikkel így beszélgettem, és aznap reggel kapott golyótalálatot a karján, és akkor így tehát, már... Tehát sebesülteket is igen, láttam. Igen. És ővel tudtál beszélni? Persze. Vagy, és hogy mondjuk milyen a, nem tudom, milyen a frontvonal, milyen harcolni ilyen dolgokról, vagy azért így nem mentetek bele ilyen dolgokba? De belementünk. Arra, tehát azt nem tudom, hogy pontosan hol harcolt például. Lehet, hogy mondta, de nem ismerem az összes kis falut, meg az ilyen domboldalakat. Persze. Viszont nekem mondjuk érdekes volt, hogy akikkel találkoztam, mindenki nagyon lelkes katona volt, és így nem is tudom. Tehát tényleg így hajtott őket az ilyen nacionalista országmegváltás és felszabadítási, nem tudom, eszme. De egyáltalán nem szitták a helyzetet, vagy ilyesmi, hanem éljenek a kurdok, és most megmutatjuk a világnak, és utána hálából majd úgyis elválhatunk Iraktól. Ez volt kb. A cél. De ez így az átlag katonák között is. Te izgalmasnak találtad ezt az egészet? Ott lenni, közel lenni, látni a hadsereg, ahogy elmegy. Tehát volt hát, benned ilyen, nem tudom, adrenalin, és hogy hú, én itt vagyok, és most látom a történelem egy szeletét éppen itt zajlani. Igen, biztos volt. Ja. Nem tudom, engem annyira így a hadászat nem érdekelt, tehát annyira nem fogott meg, hogy fú, milyen tankot látok, meg éppen milyen nem tudom, felszerelés víznek. Nem is az, hogy milyen felszerelés. Inkább csak mondjuk, az, hogy egyáltalán egy hadsereget igen. így vonulni, és hogy másnap, amikor tudatosult bennem, hogy ők most mentek a frontra. Azért az nyilván izgalmas volt, meg ilyen komoly. Nők voltak? Úgy tudom, hogy a Peshmergák között vannak női szakasz, és sok női katona harcol. Nem tudom, hogy a Peshmergákon belül, de lehet, hogy ott is. De igen, kurdoknak vannak, szíriai kurdoknak biztosan női alakulatuk is. Én nem találkoztam női katonával. Csak itt mondjuk Erbilben is a városban csak férfiakat találkoztál. Nem. Vagy hát, de mondjuk nagy részt. Tehát katonák között igen, de egyébként is nagy részt férfiak voltak, de azért itt már sok nő volt. Tehát, Erbilnek például van egy keresztény negyede, Ankava, ahol lehet például alkoholt inni. És ide jár egész muszlim rész bulizni. Aha.
És rendes, kicsit... rendes bulik vannak? Mérik a sört, vagy hát... bort, vagy nem tudom, milyen pálinkát? És... Tehát adnak igen sört, meg bort talán, meg ilyen rövideket, viszkit, az biztos sokat isznak. De azért nem úgy kell elkezdeni, mint egy európai parti negyedet. Társasoznak sokat ilyen teázókban. Uh-huh. És jó közben iszogatnak. Igen, igen. Még valami történt Irakban, vagy elinduljunk visszafele? Hát visszafelé, ahogy indultam, még egy helyet kiemelnék, amit úgy hívnak, hogy Lalis. Ez egy ilyen szent falu, már hát így északra Erbiltől, és délre Dahuktól, ami körülbelül itt van a térképen. És itt nem muszlimok, meg nem keresztények élnek, hanem jazidik. Hallottál a jazidizmusról? Mindegy, elmondom a... Tehát ez egy olyan vallás, ami egyrészt eléggé ősi, és nem egy monoteista vallás, tehát nem egy Istenben hisznek, nem olyan, mint a kereszténység vagy a muszlim hit, hanem van a világ, van menny, meg pokol, és mindenféle ilyen erők, vagy szellemek, akik így segítenek, meg akadályoznak, meg így vannak, és nekik az egyik ilyen szellem a főistenük, akik kimondottan őket támogatja, ez egy páva angyal, aki hát alapban ilyen nagyon izgalmas, ahogy kinéz, egy ilyen emberfejű, hát ilyen távatestű valamennyire, vagy hát szárnyai vannak, és kicsit ilyen furcsa testformája, meg a fején van valami furcsa dísz. És hát akkor hozzá imádkoznak végül is. Van neve? Nem tudom, hogy hogy hívják Kurdul, meg angolul sem. Magyarul páva angyalnak hívják. Angyal. Igen, igen. És hát akkor hozzá imádkoznak, hogy segítsen, meg az ellenséget elnyomja, tehát ő nem egy kimondottan jó Isten, vagy ilyesmi, hanem aki azért van, hogy nekik segítsen. És ezen kívül nagyon sok ilyen furcsa jelkép van, meg különböző ilyen erők, amik még segítik őket. Például minden kapunál van a falra festve egy ilyen fekete kígyó, ami ott örködik. És hát egy ilyen szent helyre mentem el megnézni. És ott kezdem, hogy a város határában volt egy ilyen pesmerga támaszpont, mert a muszlimok, meg a keresztények is egyébként ott, nagyon nincsenek jóban a jazidikkal. Konkrétan az iszlám állam ilyen nagyon komoly népirtást végzett közöttük, és a muszlimok szerint ez a páva angyal egyértelműen a sátán. Ráadásul a jazidiknak nincs is egy szent könyvük, tehát még ha ez is volt valaha a jó vallás, biztos, hogy szájhagyomány útján elcseszték, és ez már nem az a tanítás, amit alapból kellene. Úgyhogy hát nagyon-nagyon problémás vallás. Mennyien vannak ott körülbelül? Fú, nem tudom, nem emlékszem. Pár tízezer, százezer vagy még. Százezres azért. Mm-hmm. Illetve hát az iszlám állam, mondom, nagyon nagy ilyen tisztogatást végzett közöttük. Sok tízezret, lehet, hogy százezret is megöltek. Mm-hmm. Közülük van például Lamia Ajibashar, nem tudom róla hallottál-e, aki azt hiszem ilyen Szaharov díjat kapott az EU-tól. Ő például egy szexrabszolga volt az iszlám államnál, úgyhogy nem emlékszem hány évesen, de 10 évesen vitték el szexrabszolgának, és sikerült megszöknie. Uh-huh. Úgyhogy azért ott így, ez tényleg durva. Nagyon sokakat lemészároltak, és nagyon sokakat eladtak, vagy így rabszolgaként használtak. Uh-huh. Igen, ebben a faluban, Lalisban, itt mivel ez egy szent falu, nem laknak sokan, vagy nem tudom, hogy egyáltalán hogy van, hogy, tehát nem ilyen lakóházak voltak főleg, hanem ilyen kis szobák, meg ilyen szent kis, nem is tudom, kápolna-szerű helyek, és éppen egy ilyen vallási fesztivál volt, amikor én odamáltam, úgyhogy nagyon sok ember volt, de szerintem ők vidékről jöttek, tehát nem itt laknak. És amit elkezdtem, hogy ez a pesmerga támaszpont igazából védte ezt a helyet, hogyha muszlimok, nem tudom, valamiért feldühödnének, akkor mégis nagy oda menjenek. Én meg, mivel pont ott akartam aludni, ugye a város határában este, azért megkérdeztem tőlük, hogy mégis aludhatok-e itt a bokrokban, hogy nehogy aztán éjszaka megtaláljanak, akkor már nyilván nehezebb kimagyarázni. És mondták, hogy ne vicceljek, természetesen aludjak velük, minden gond nélkül. Na és hát az isztambuli bokrozás után talán ez volt a második legrosszabb éjszakám.
nagyon büdös volt, és rengeteg légy volt. Adtak egy ilyen kendőt, amit terítsek az arcomra, legyek ellen, és egész éjjel szólt a zene, vagy ilyen tévé, meg égtek a lámpák, mert valamelyiknek örködni kellett, de hát ő ugyanabban a helyiségben örködött, ahol a többiek aludtak. Ráadásul a vizet, azt nem is értem miért, de ilyen jégtömböket hoztak, és abból, tehát vödörbe bele volt állítva egy nagy jégtömb, és abból olvasztották le. Mindig letöltötték. Olyan hasmenést kaptam, amit nem írok most itt le, de nagyon. Mitől volt büdös? Tehát a higiéniai körülmények? A higiéniai körülmények. Aha. Igen. Tehát, hogy nem tartották igazából rendben, nem tudtak rendesen mosakodni, mert hogy nem volt víz. És te neked is azt kellett inned a leolvasztott jeget. Persze. Igen, igen. Aha. És ezért úgy viszonylag edzett gyomrom van, de ez valahogy nem jött be. És az volt ezzel a legnagyobb gond, hogy másnap, amikor megnéztem ezt a Szent Falut, Lalist, akkor kiderült, hogy az egész faluba csak mezítláb lehet bemenni, mert hogy szent hely, és a város határában, egy parkolóban le kell venni a cipőt, viszont a szentség miatt WC sincs az egész faluban, hanem még a parkolótól lejjebb 100 méterrel van egy közös ilyen WC. Úgyhogy én így negyed óránként, így miközben jártam körbe a várost, vagy falucskát, így rohantam ki, cipő föl, le a WC-be, vissza, úgyhogy ez egy kicsit elnyomta a bélyegét ottani élményeimre, de nagyon jó és nyitottak voltak egyébként a jazidik is. Helyi srácok, ilyen jazidik meséltek a vallásról is, meg a helyről is, ők vezettek körbe, kaptam egy jó birkapörköltet, teáztunk nyilván. Egyébként útközben palackozott vizet ittál, vagy amit a helyiek, nem tudom, forrásvíz, vagy kutvíz, hát, csapvíz? Eleinte még palackozottat, de egy idő után erre nem igazán feszültem rá, mert senki, tehát hogy nem vették ennyire komolyan. És akkor te neked se volt útközben semmi ezen kívül probléma? Hát tehát hogy igen, egy idő után lett hasmenésem, de nem volt vészes, meg komolyabb bajom nem lett tőle. Hát ez meg egy ilyen útnál az, most az, hogy hasmenés van az embernek, az szinte elkerülhetetlen. Hát sajnos, igen. Ja. De azért mondjuk ezt, hogyha másoda utazik, nem feltétlenül ajánlom, tehát érdemesebb palackozott vizet venni szerintem. Hogyha már itt, hogy másoda utazik, most eltelt azóta 3 év, 2016 óta, tartod a kapcsolatot a helyiekkel, hogy mi hogyan változott? Tartom. Uh-huh. Sőt, 2017. szeptember 25-e körül volt a függetlenségi népszavazásuk, tehát egy évvel azután, hogy én ott jártam, amikor egy ilyen nagy, hogy hívják ezt, nemzeti konzultáció alkalmával. Igazából megbeszélték, hogy szeretnék-e, hogy elszakadjanak Iraktól. Nyilván 98% vagy nem tudom, tehát elsőprően azt szavazták meg, hogy igen. Csak erről az irakiakat nem kérdezték. Hát nem, és ebből azért elég nagy feszültség is lett. Viszont ez egy ilyen hatalmas kampány, meg egy ilyen, nem tudom, esemény volt. És előtte már egy héttel, így naponta beszéltem az ottani családdal, a családommal, akikkel laktam, és rengeteg videót küldtek, meg meséltek, hogy milyen események vannak. Például a tereken, így napközben, nagyon sok helyen, sokszor ilyen kurzászlókat lengettek, minden tele volt kurzászlókkal, meg Barzaninak a képével, Barzani volt akkor az elnök, és így énekeltek az emberek, meg ilyen tipikus kurd táncot táncoltak, ilyen dudákat fújtak, és így nagyon ilyen ünneplés ment napokon keresztül, még mielőtt lett volna a népszavazás. Utána nyilván megszavazták, és utána ebből rengeteg probléma lett, sokkal több, mint amennyi haszom. Uh-huh. Igen. És mondjuk biztonság szempontjából javult, mondjuk egy hátizsákos utazónak javult a helyzet, vagy emiatt romlott. Járatlan utakon fesztiválon vagyunk, és megkérdezik, mert ugye mi ott találkoztunk igen. először, hogy megkérdezik, hogy valaki szeretne mondjuk elmenni, hát, akkor ajánlod, nem ajánlod, mire figyeljél leginkább így 3 év távlatában? Nyilván egyrésztről ajánlom, mert nagyon érdekes, és olyan szeglete a világnak, amit máshol nem igazán lehet megtapasztalni, viszont azért észre kell ott lenni, tehát nem lehet csak úgy utazóként, mert hogy ilyen turistaként beutazni, és megnézni a helyi nevezetességeket, hanem képben kell lenni, hogy mi az a pesmerga, és milyen politikai erők vannak, milyen ellentétek a ottani keresztények és muszlimok között, síták, kik azok a jazidik, tehát azért úgy képben kell lenni,
Viszont veszélyesnek szerintem nem veszélyes. Ami hát én úgy láttam, hogy sajnos nőként viszont nagyon nem ajánlott. Nem azért, mert nekik veszélyes lenne igazából, hanem egyszerűen nincsenek lehetőségeik, mivel az utcán nagyrészt férfiak vannak, nem tudnak kivel beszélni, nem tudnak kérdezni, nem tudnak, tehát hogy nagyon elzárva lennének saját magukkal, és emiatt így nem érdemes. Viszont az nagyon izgalmas lehet azért, hogy élnek az ottani nők, és én ebben nem tudtam bele látni semennyire. Jó, és akkor elindultál hazafele, itt már így begyorsítottál, vagy útközben még azért? Igen. Tehát az volt a célod, hogy minél előbb hazaérjél. Hát nem, minél előbb még egy-két helyet megnéztem azért Törökországban, például Diyarbakırt, ami a törökországi kurdoknak a központja valamennyire, meg a Nemrut hegyet, meg Kappadókiát, de azért nagyjából már az autópályán mentem. Mennyi idő alatt értél haza mondjuk az iraki határtól? Nem tudom. Kb. Egy hét. Egy hét alatt. De azért, mert lehet, hogy több is volt, de mert eltöltöttem vagy 2,5 napot Kappadókián, meg nem siettem azért nagyon. De jól lehetett haladni, amikor mentem. De itt volt például egyébként, az már Ankara előtt, egy olyan nehézségem is a stoppolással, ami lehet, hogyha odafelé megyek még, akkor elbizonytalanít, hogy nekem így kell utaznom. Mert a kamionsofőr, amikor fölvett, mert ő egy szót nem tudott angolul, ő csinálta azt, hogy amikor egyszer így kifelé néztem az ablakon, már előtt is így többször mondta, hogy nyugodtan pihenjek le így az ülések mögött, ahol van az a kis fekhely, illetve ezt mutogatta, és én úgy értettem, hogy pihenjek le. Utána, amikor egyszerűen nem odafigyeltem, akkor így átnyúlt és elkezdte simogatni a mellemet, vagy a mellkasomat, aminél azért meglepődtem. Meg hát egy ajánlatot tett, de én meg reflexből így beleütöttem egy rohadt nagyot a kezébe könnyékkel, amin én is meglepődtem, legalább annyira, mint ő, és hát kiszálltam a következő faluban. De ez volt kb. Az egyetlen ilyen kellemetlenebb élményem, miközben nem több száz emberrel stoppoltam. De ez már a visszafele volt. És ez már visszafele, igen. Illetve még egy dolgot hazafelé kiemelnék, hogy amikor elértem a bolgár határhoz, akkor így úgy éreztem, hogy most már lassan 2 hónapja nem voltam Európában, vagy Európai Unióban, és végre hazaértem. Jó, hát így délelőtt 11 volt, nyilván aznap már nem érek haza, de akár másnap este már otthon lehetek. Pilisszent Lászlón. Na és ott 11-től sötétedésig ott álltam, és senki nem vett fel, és messze sohányit nem kellett várnom. És ez fú, nagyon rossz érzés volt, amikor láttam, hogy a magyar kamionok mennek el mellette, vagy magyar rendszámos autók, csak nekem meg Cyril, mint egy bolgárul volt kiírva, hogy hova szeretnék menni. Nyilván nem tudták, hogy én magyar vagyok. Estig ott vártam. Miért nem cserélted le? Gyorsan felírott, hogy nem tudom, Budapest, vagy magyar vagyok. Nem tudom. Mindegy, nem vett föl senki, hiába próbálkoztam. És hát nem gondoltam, hogy itt ennyire el fogok akadni, úgyhogy nem volt rendes kajám sem, meg vizem. És ott kellett, hogy aludnom egy kis bokorban, vacsoráztam egy kis kökényt, az nem volt túl laktató. Ráadásul nagyon hideg volt, ez már november eleje volt, és a saját párám így ráfagyott a hálózsákomra, hogy jó s***ul aludtam. Reggel már korán fölkeltem, hogy nehogy azt az egy autót elszalasszam, ami végre fölvenne. És akkor ott én éhes voltam, szomjas voltam, fáztam, fáradt voltam, minden bajom volt. Nagy mosolya próbáltam továbbra is stoppolni, és egyszer csak jött egy autó, ahol, illetve nem is hozzám jött, csak így megállt nem messze egy autó, és kiszállt belőle két bolgár lány, azt hittem, hogy egy prostik. És így nagy lelkesen integettek nekem, hogy menjek, úristen, már csak ez kell, de hát mit csináljak, hát mentem. Elkezdtünk beszélgetni, és hát egyáltalán nem voltak prostik. Csak úgy öltözködtek. Csak, igen, furcsán öltözködtek, és tök jó fejek voltak. Mondták, hogy hát szerintük itt napokig állhatok, eléggé kilátástalan a helyzetem, inkább menjek el velük az első városba, Szvilengrádra, és onnan tudok akár tömegközlekedni. Jó, nyilván elvállaltam, elmentem, és mondták, hogy az első busz a következő nagyvárosba, nem tudom, mondjuk csak másfél óra múlva indul, úgyhogy addig menjünk el a klubhelyiségükbe, van egy klubjuk. Elmentünk egy ilyen elhagyott gyártelepre, ahol az egyik épületben volt a klub, egy ilyen motoros bandának a törzshelye,
ahol így beléptem, és ilyen horogkeresztes óra volt a falon, Hitler posztere. Úgyhogy hát így utána jót beszélgettünk, és megtapasztaltam a másik oldalról is így a menekült kérdést, mert hogy ott így a srácok szoktak menni összefogdosni a menekülteket a határon. És összeverik őket? Nem, hát ezt nem mondták, nem hiszem. Ez igazából olyan sport kb. Nekik, és talán a rendőröknek átadják. Aha. De azért izgalmas volt. De ők is vendégszeretőek voltak, hát meghívtak. Hát ők nagyon, hát igen? Én közöttük abszolút árjának tűntem, úgyhogy nagyon-nagyon jól bántak velem, kaptam enni, inni, le is tudtam mosakodni, de és ők befizettek buszra, úgyhogy... Igen. De ott, hogy ők alkoholizáltak, tehát ez egy ilyen, nem tudom, ilyen délutáni könyvklubszerűség volt, vagy inkább egy ilyen kocsma? Inkább egy kocsma. Kocsmás, aha. Hát ilyen fotelek voltak, volt egy ilyen bárpult, meg néhány ilyen játék, csocsó, biliárd. És mivel hogy ez még délelőtt volt, azért eléggé ott volt az a két lány, akik odavittek, meg egy srác volt még ott. Viszont a srác az nem tudott csak bolgárul, úgyhogy kevésbé tudtam beszélni. Lányok azok jól tudtak angolul. Ja, meg az egyik lány az egyébként dealer volt, és ő azt hiszem 19 éves volt akkor, és egy éve már elszökött a szüleitől, és itt élt ebben a kocsmában. Ő volt a bandavezérnek a csaja, és dílerkedésből tartotta fönn magát. Szóval azért volt egy hangulat. Igen. De mondom, velem nagyon jó fejek voltak. És felraktak a buszra, és akkor onnan meddig mentél? Hogy is? Elmentem Plovdivba, onnan azt hiszem stoppoltam Szófiába, onnan pedig egy ilyen éjszakai vonattal mentem Belgrádba, mert ott nagyon rossz idő volt, hideg, meg ilyen eső, és gondoltam, hogy most nem szívesen aludnék már kint, vagy befizetek egy ilyen olcsó hostelbe, de ugyanennyibe kerül egy éjszakai vonat, és akkor legalább addig is haladok. És egy olyan vonatra sikerült felszállnom, amin összesen 8-an utaztunk. Egy angol srác, én, meg 6 török. És azzal jöttem végül Belgrádra, meg onnan aztán stoppal. Tovább. De ezután még azért csináltam még egy kalandosat. Elbringáztál Iránba is. Az úgy volt, hogy... Csak tényleg egy mondatban, és akkor ezt így hagyjuk meg egy ilyen beharangozónak, esetleg egy következő interjúnak. Az fontos még, hogy ebből az utamból, amit elmeséltem, arra jutottam, hogy én oktatással szeretnék foglalkozni, és nagyon lelkesen azóta is ebben dolgozom, és tanulok. Tehát igazából megtaláltam, hogy merre menjek tovább, és mi az, amivel foglalkozni szeretnék. Viszont, mivel sokkal több pénzt kerestem igazából, mint amennyire szükségem volt az utazás alatt, még télen egy kicsit rádolgoztam, és tavasszal indultam egy újabb kört, ami már elsősorban mint utazás volt, tehát nem ilyen, nem tudom, útkeresés, csak simán utazás. És akkor pedig átbicikliztem Iránon, és az meg úgy volt, hogy Dubajba repültem, és onnan átkompoltam a Hormuzi szoroson, és Azerbajdzsánig bicikliztem kicsit cikcakban. Mennyi idő volt? Az is körülbelül 2 hónap. A végén még van 3 fix kérdésem. Igen? Ha egy-egy mondatba válaszolsz, ezt minden interjú alanyomtól megkérdezem. Hogyha most Irak a téma, ugye, tudsz olyan budapesti, legyen az étterem, előadás, fesztivál, szervezet, amit érdemes meglátogatni, felkeresni, és mondjuk iraki? Én nem igazán tudok. Van egy-két gíroszos, ahol tudom, hogy iraki ember árul, vagy kurd, de... Hát nem jellemző. Nem tudom. Jó. Vagy lehet, hogy csak én nem találtam meg még. Akkor a második kérdés, hogy milyen applikációt vagy weblapot használtál utazás közben, tervezéshez útközben, ami hasznos volt? Mondtad a Google fordítót. Igen, mondjuk ez... Igen, hát azt használtam. Meg... Nekem nem volt a mobilomon internet, tehát azt mindig csak wifi-t kerestem, és úgy tudtam használni. Viszont... Mindig nagyon azért előre néztem a híreket a környéken, meg az időjárást, az fontos volt. Igazából ezek, de nem volt olyan tehát utazáshoz kapcsolódó ilyen, nem tudom, jobb alkalmazást, én azt nem használtam. És papírtérképen mentem alapból, mert imádom a térképeket egyébként, úgyhogy nekem az nem volt gond. Jó. Ennyi. Harmadik kérdés pedig, hogy tudnál-e, és lehet bármi költő, film, zene, olyan címet, vagy
könyvet mondani, ami ilyen inspirációnak érdemes lehet másnak meghallgatni, megnézni, helyi zene, amit azóta YouTube-on rongyosra hallgattál, vagy esetleg egy könyv, egy dokumentumfilmet érdemes másnak megnézni. Kimondottan Iraki Kurdisztánhoz, vagy ami mondjuk engem motivált az utazás? Akár az, amelyik téged motivált, vagy akár olyan, amelyik mondjuk Iraki Kurdisztán vagy Törökországhoz kapcsolódik. De lehet személyes motiváció. Igazából így Iraki Kurdisztánhoz, vagy ehhez a régióhoz én nem tudok ilyen filmet, vagy könyvet, nem ilyeneket nem tudok. Viszont a személyes motivációmban azt ki tudok emelni, hogy engem nagyon érdekeltek mindig az ilyen expedíciók szanaszét a világban, és sok ilyet olvastam még gyerekként is, és például Vámbéri Árminak a belső ázsiai utazása az nagyon-nagyon tetszett, meg azt szerettem. Azt ajánlom. Jó. Én köszönöm szépen. Remélem, jól éreztem magam. Az biztos, örülök, hogy itt lettem. Köszönjük. Ennyi fért a mai adásunkba, de még mielőtt elköszönök, szeretnék pár hasznos információt megosztani veletek a műsorról és az egyes epizódokról. Az első és legfontosabb, hogyha tetszett az adásunk, akkor iratkozzatok fel ránk és kövessetek minket, hogy ne maradjatok le a következő interjúkról sem. Ezt különböző podcast platformokon tehetitek meg. Fent vagyunk például az Apple készülékek beépített podcast alkalmazásán, de ott vagyunk SoundCloudon és YouTube-on is. És ha már a YouTube-nál tartunk, és te is például YouTube-on hallgattál minket, akkor biztatnálak arra, hogy próbáld ki valamelyik telefonos alkalmazást, akár Apple, akár Android vagy más device-on. Az előbb felsorolt helyeken természetesen a korábbi epizódokat is vissza tudjátok hallgatni. Az interjúk alatt elég sok hasznos információ hangzik el, legyen ez akár konkrét név, helyszín, de akár weblapok, könyvek és filmcímek is. Ezeket mi összegyűjtjük és megosztjuk minden epizódnak a leírásában. Ha velünk szeretnétek kapcsolatba kerülni és bármi kérdést, javaslatot küldeni, akkor ezt több formában is meg tudjátok tenni. Egyrészt van egy e-mail címünk, ez a hello@stereotrip.hu. Illetve ott vagyunk nagyobb social media csatornákon is, Instagramon és Facebookon. Facebook oldalunkat például azért is érdemes követni, mert minden adáshoz kapcsolódóan van egy játékunk. Új epizódokkal 2 hetente kedden jelentkezünk, addig is jó utazást mindenkinek és sziasztok!